Akkor folytatjuk a film után, jó? Dani és Gábor lesz a két társ kérdező talán, és az előadott ugye Varga Dániel, a Rényi Kutatóintézet kutatója. Kutatója, és Nagy Kiritárd adatelemző kutató. Jó, akkor átadom a szót a filmnek, és majd ők vezetik beszélgetést. Nem tudom, majd Dani beszél arról, hogy hogyan kérdezni, meg igen, egyébként nagyon adhok alakult ez az egész, mert még az utolsó pillanatban is próbáltuk eldönteni, hogy milyen mélységekig menjünk bele a irányba, meg miről szóljon. Én majd lehet, hogy aztán fogjátok ezt, hogy nincsen minden elbeszélve. Most itt úgy közöttük találni, pontosan mi legyen. Az biztos, hogy amikor elkezdtük tervezni ezt az estet, mert korábban fölmerült, hogy azért AI-jal kellene foglalkozni, mert a dizájnereket azért nagyon erősen érint ez a téma. Már valamilyen szinte érezhető hatása is van bizonyos grafikai területekre, és nagyon érződik az, hogy valamilyen formán legalább meg kell értenünk, hogy pontosan mit is jelent ez, de leginkább meg kell értenünk, hogy hogyan tudunk ezzel együtt dolgozni, hogyan tudunk ezzel alkalmazkodni. És amikor elkezdtük ezt tervezni, akkor inkább az volt a gondolat, hogy igazán mindenki folyamatosan mindenhonnan, minden forrásban lát napról napra durvább dolgokat. És inkább nem erre fókuszálnánk, mert ezt már mindenki lát, inkább arra fókuszálnánk, hogy pontosan mi is történik ott, és hogyan történik ez az egész is. És másik érdekesség még, hogy nem tudom, egy hónappal ezelőtt ültünk először össze beszélni erről, aztán két héttel ezelőtt is összeültünk, ma is, és gyakorlatilag minden is alkalommal összeültünk, mindig olyan szintű előrelépések történtek, meg így egyszerűen lehetetlen lekövetni ezt, hogy pontosan most mi történik. Úgyhogy ez egy eléggé erős téma, és tegnapi szinten változik, hogy itt mi a helyzet. Úgyhogy igen, most igazából az elején az előadásnak ott egy kicsit a lehetetlennel próbálkozunk meg, és megpróbáljuk megérteni azt, hogy mi is történik odabent. Én ezt Danival egyébként szerintem most már 2-3 éve aktívan beszélgetünk erről sörözések mellett, és én mindig nem értem teljesen. De azt gondolom, hogy már van egy képem róla, és szerintem ő volt egyébként a legjobb ember, aki eddig a legjobban el tudta magyarázni nekem, hogy pontosan mi is van, én azért gondoltam őre. És Gábor, meg esetleg Ricsiről, mert kicsit meg Gábor vittem. Igen, pedig a Ricsire gondoltam egyből, amikor feljött ez a téma, hogy ez legyen az est tematikája, vele ugye nagyjából ilyen 2017 környékén együtt dolgoztunk a Kicsen Budapestben, és ő eléggé benne volt ebben a témában, már akkor is így chatbotokkal foglalkozott, meg különböző ilyen AI rendszereket így átlátott, és nagyon lenyűgözött az, hogy ő ezen belül közlekedett, úgyhogy ezért gondoltam rá, hogy elhívom belül egy jó tudásforrás, akitől lehet kérdezni bátran, és így alapjaiban érti ezeket a rendszereket, meg ezeknek a működését. Ja. Mint mondtam, egy előadással kezdenék, annak az eleje az alapozó, illetve inkább a kép generálásra fog elmenni, a második fele pedig a GPT, a szöveg generálásra, de arról fog mesélni. Igazából ez is ilyen vidétekből, hogy lehet-e közbe kérdezni. Szerintem én most afele hajlott, hogy lehessen. Viszont az emberenként egy kérdés, hogy ne nagyon akasztok meg a témát, mert eléggé nehéz. Úgyhogy ha van kérdés, na jó, de a végén meg aztán végzel akár mindenki annyit kérdés. Igen, tehát ne megy az előadás, utána megnyitjuk a beszélgetést, és senki sem tudja, hogy merre fog a szaladni. Úgyhogy ott már mindenki bátran kérdezem. Akkor átadom a szót Daninak. Sziasztok, Varga Dániel vagyok. Első kérdés, hányan használtátok készfelemelés a ChatGPT-t? Jó.
Hányan használtátok valamelyiket a Stable Diffusion, Mid Journey... Oh. Ezek közül. Valami kettő. Igen. Szóval akkor én most azzal a házlan feladattal érkeztem, hogy beszéljek egy kicsit róla, hogy mi történik oda benn, hogy épülnek ilyen rendszerek, mint ezek. Úgy fogunk osztozni a kicsivel a feladaton, hogy én megpróbálok úgy általánosságban a mesterséges intelligenciáról egy ilyen áttekintő képet adni, hogy lehet egyáltalán egy ilyennek neki kezdeni, hogy az ember megépít egy ChatGPT-t, vagy DALL-E 2-t, és aztán beszélek konkrétan diffúziós modellekről, tehát a Midjourney-ről és társairól, és aztán Ricsi a ChatGPT jellegű technológiákról. Azt akartam elmondani, ami a filmnézés közben jutott eszembe, hogy ugye itt minden arról szólt ebben a filmben, hogy verjük meg a legjobb embert, aki létezik, Lee Sedol. És ahhoz valamivel túl kellett lépni az emberi képességeken. Tehát a gép nem tudott még tökéletesen játszani akkor, amikor csak nagyon-nagyon hitelesen tudta imitálni a legjobb játékosoknak a játékát. Az kevés volt a világbajnok megveréséhez. Azóta viszont, ha észrevettétek, a DeepMind sokkal kevesebbet van a hírekben, mint riválisuk az OpenAI, és ez valószínűleg azért van, mert a DeepMind erre a lóra tette fel az összes pénzét, amit utólag említették a szakkifejezést, a reinforcement learning, de igaziból az azt jelenti, hogy önmagával játszik a gép, és úgy próbál fejlődni. Ennek az elmúlt években úgy tűnik kisebb jelentősége lett, mint annak, hogy egyszerűen csak nagyon-nagyon hitelesen próbáljuk imitálni ezt, amire az ember képes. Tehát a Midjourney, a ChatGPT az annak a gondolatnak a végigvitele, hogy az embert imitáljuk, nem próbál túllépni rajta. Közben ugrottam egy szlájdot, mert most fogom beismerni, hogy egyikünk se tudja, hogy hogyan működnek ezek az AI rendszerek. Én mesterséges intelligencia kutatóként próbálkozom belenézni ebbe a metaforikus, közhelyszerűen fekete doboznak hívott dologba, próbálok belenézni és próbálok megérteni szabályszerűségeket, hogy miért csinálja azt, amit csinál, hogyan csinálja azt, amit csinál, de igaziból nem tudja senki, nem csak én nem tudom. És amiről viszont tudunk beszélni, és amiről óriási tudásunk halmozódott föl, hogy hogyan kell ilyeneket építeni, mi kell ahhoz, hogy legyen egy ilyenünk. De majd látni fogjuk, hogy például óriási nagy számítási kapacitás például, és óriási nagy mennyiségű adat, ezek már közhelyek, de ugye ennél azért részletesebben is. Tehát minden más mesterséges intelligencia megközelítés módot lemostak a mesterséges neuronhálók, csak őket használjuk manapság AI építésre, úgyhogy ha azt akarjuk megérteni, hogy miből áll egy AI, akkor azt kell megértenünk, hogy miből áll egy mesterséges neuronháló, és erre sokféle, mindenféle metaforát, biológiai, meg egyéb hasonlatot lehet mondani, de igaziból szerintem ezek félrevezetőek. Szerintem van egy egyszerű, konkrét válasz rá. Ez egy nagy matematikai képlet. Egy mesterséges neuronhálóval, ez egy matematikai képlet. Az a szerencsénk, mármint hogyha AI-jal foglalkozunk, hogy minden létezhető információ, ami az embereket érdekli, kép, szöveg, hang, vagy éppenséggel Go játékállás, az ábrázolható számok sorozataként, és ezért egyrészt egy neuronháló képes arra, hogy bemenetként befogadjon ilyen típusú információt, másrészt arra is képes, hogy kimenetként, számítási eredményként kibocsásson magából ilyen információt. Képet, mint a Midjourney, szöveget, mint a ChatGPT. Tehát itt egy egyszerű példa, ahol a bemenete egy neuronhálónak az egy kép, mivel a képeket simán ábrázoljuk RGB
kódolásban ezért mondjuk egy 1000x1000-es felbontású kép, az 1000x1000 három színcsatorna van, az 3 millió számmal leírható, és itt mondjuk a neuronhálónak egyetlen egy számot kell megjósolnia, nullát, hogyha macska, és egyes, ha kutya. Egyel bonyolultabb példa, itt is mondjuk 1000x1000x3 száma bemenet, de itt most azt kell megtippelnie, hogy melyik a kép előtere és melyik a háttere, mondjuk ez például 1000x1000 számmal könnyedén leírható. Tehát ezt kell megjósolni. Egy még bonyolultabb példa, a bemenet is kép és a kimenet is egy ugyanakkor a kép. Rajzoljuk újra az arcot, amit bemenetként kaptunk idősebben. Ez is egy mesterséges neuronháló elfigyelése. Jó, tehát akkor azt mondtam, hogy az mesterséges intelligencia, mesterséges neuronháló az egy nagy matematikai képet. Itt akkor egy bemelegítésnek egy kicsi matematikai képet. Ugye három dolog van ebben. Vannak a bemenetek, a számok, amiket odaadunk neki, amit behelyettesítünk. Mondjuk egy kép, most már tudjuk, hogy azt is lehet. Vannak a számok, amikkel aztán műveleteket végzünk, ezekkel a számokkal és a bemenetekkel. Itt a például a 3-as kamera, a 4-es kamera. Összeszoroztuk őket, aztán megjelenik egy kimenet. Ebben a példában egy Y szám. De az érdekesebb eset az lesz, hogyha ott is majd több szám fog megjelenni. Hát a neuronhálók azok ugyanilyenek, csak nagyobbak. Mondjuk, ahogy már előbb is mondtam, pár millió simán lehet a bemenetük, pár millió simán lehet a kimenetük, de az igazán drámai az a paraméter szám, tehát hogy ezek a számocskák, mint itt a 3-as és 4-eske, ilyenből mondjuk 100 milliárd is simán lehet benni. Ami nagyon fontos, hogy ezzel együtt maga a képlet, mondjuk programozási szempontból, vagy matematikai szempontból végtelenül primitív. Egészen megkökentően primitív. Tehát a GPT-2, ami a közvetlen elődje a mostani legerősebb rendszereknek, és 2 éve még a totál világszínvonalon volt, az 41 sor programkóddal leírható. Itt egy Python nyelvű program, amely 41 sorban teljesen megvalósítja ezt a mesterséges intelligenciát. Persze még kell neki az a 100 milliárd szám ahhoz, hogy működni tudjon, de maga a program az ebből áll, és igaziból lehet, hogy aki nem ismeri a Python nyelvet, annak ez ijesztő, de hogy igaziból nem olyan nagyon. Tehát egy kis szazás, egy kis összadás, néha egy kis gyakorlás is becsúszik, de semmi igazán durva. Jó, és akkor az a kérdés, hogy honnan lesz a 100 milliárd paraméterünk, ami ahhoz kell, hogy ez bármi érdekeset csinálja. És erre a nagyon megkökentő válasz az, hogy apró javítgatással. Tehát amikor adok neki egy kérdést, azaz bemenetet, és ő ad rá egy választ, azaz kimenetet, akkor én összehasonlítom az általam ismert helyes elvárt válaszsal, azt mondom, hát ezt nem pont találta el, korrigáljunk egy kicsit. És mind az összes 100 milliárd számot egy picivel odébb csavarom, hogy jobban hasonlítson a válasz az általam elvárt válaszra. Ennyi. Na most, ezeket a paramétereket, ami a példámban a 3-aska meg a 4-eske volt, azokat én szeretem így potméterekként elkezdeni, és akkor ez nem áll másból, mint egy ilyen fekete doboz potméterének az őrült csavargatásából, hogy jobban hasonlítson az, amit ő kiad, arra, amit én szeretnék látni. De még egy animációt is csináltattam a ChatGPT-vel, elmagyaráztam, hogy ilyen programot szeretnék. És ő megírta, ennek most 2 paramétere van, és pontosan azt, ez egy neuronháló egyébként, csak egy végtelen egyszerű neuronháló, tényleg csak 2 darab paramétere van, ott pörögnek, és szépen beáll, megtanulja azt a piros vonalakra, trend vonalat illeszteni a polikusoknak. Tehát ez nagyon-nagyon furcsa, hogy ez az együgyű ostoba módszer, ez működik, és 20 évvel ezelőtt már voltak kutatók, akik így mondogatták, hogy ezt kéne erőltetni, de nagyon-nagyon kiröhögték őket. Most ők azok, akik utoljára nevetnek, és ők most a legendája a mesterséges intelligenciának mindannyian, akik már akkor erre a lóra tettek. Tehát most akkor arról beszéltem, hogy a modern neuronhála az egy olyan rendszer, aminek példákat mutatok arra, hogy ha ezt mondom, akkor Léci ezt válaszolt. Ha ezt mondom, akkor Léci ezt válaszolt. És ezt ő nagyon-nagyon hitelesen képes kivitelezni.
És hogyha van egy ilyen eszközünk, akkor egy csomóféle problémát meg tudunk oldani. Például építhetünk magunknak egy Midjourney DALL-E Stable Diffusion, a diffúziónak nevezett módszerrel. Érdekes van, ez nem olyan nagyon régóta működik. Pár éve még talán, vannak is itt olyanok, akiknek még rémlik az, hogy a GAN-ok, a Generative Adversary, a network-ök voltak a divatos módjai annak, hogy a mesterséges és intelligencia képeket rajzolgasson. Ez egy sokkal-sokkal erősebb módszer, ami jobban kiaknázza a modern rendszerek méreteit. Tehát feladat az AI-nak. Ugye bemenet-kimenet párokat kell neked, hogy ha ezt mondom, akkor légy szíves, ezt válaszold. Elcsúfítok egy képet, és próbáld meg visszacsinálni a csúfítást. Tehát én fogom ezt a képet, elrondítom, zajt teszek rá, Photoshop filter, és azt a feladatot adom az AI-nak, hogy ebből rakja helyre egy szebb képet, és akkor jutalmazom, hogyha sikerült visszacsinálni. Tehát az AI, ami így születik, talán túl nagy szót használtam, létrejön, betanul, az egyszerűen egy nagyon-nagyon hiteles képjavítgató eszköz. Nagyon sokat meg kell értenie a képekről ahhoz, hogy képes legyen, és nagyon sokféle zajszintet adunk, tehát hogy fokozatosan roncsoljuk a képet ezzel a zajjal, abból is vissza kell tudnia csinálni azt, meg abból is azt, meg abból is azt, és utána jön a varázslat, hogy ezt visszafele, akkor végigcsináljuk, elindulunk a zajból, és megkérjük, hogy javítgassa. Javítgatja, javítgatja, és végül lesz egy kép. Ennyi a módszer. Itt van egy animáció, amit loptam a netről, hogy egy-egy lépés, egy ilyen javítási lépés itt egyébként látszik, ahogy megtörténik. Így néz ki, ahogy ő egy ilyen. Jó, talán valakinek föltűnt, hogy valamit ki kellett, hogy hagyjak a sztoriból, mert hogy ezeknek promptokat adok. Tehát, hogy valamilyen szöveget mondok, hogy jó, de mit rajzoljon. Alapból ez a változat, amit elmondtam, az mindenfélét rajzol, nagyon szépek, meg életűek, meg változatosak, de bármi lehet. Ha azt szeretném, hogy szöveggel irányítható legyen a dolog, akkor a már eleve 1 milliárd ellopott képem, az internetről összelopkodott képem, az nem elég. Akkor mondjuk el kell lopkodnom 1 milliárd képet és a hozzájuk tartozó képaláírásokat. És akkor egy egyel trükkösebb neuronhálót kell betanítsak, amelyik a szöveg birtokában próbálja kijavítani az én roncsolásomat. És akkor ez a folyamat már figyelembe veszi a képfeliratot, amikor kijavítja a pixeleket, akkor a döntéseit már az alapján hozza meg, hogy tudja, hogy egy ölevet kell rajzolnia, és akkor ehhez fog konvergálni a folyamat. Nagyon együgyűnek hangzik, de hogy ezek a vadonatúj párnapos Midjourney version képek, ezek engem már becsapnak, tehát én már nem találok rajta olyan nyilvánvaló hibákat az én kevésbé értő szememmel, mint a korábbi verziókon még azért találtam. Úgy válogattam, hogy viszonylag változatos zsánerek és kompozíciókat mutassak be arról, hogy mennyiféle dolgot tud, mert ennyiféle képet lopkodtak össze a megépítéséhez. Lucsi, hát egy olyan szó? Feltettem azt az egy kérdést? Hogyne? Hogy amikor a zajt megcsináljuk, tehát csak zajt látunk, akkor a zaj is valahogy fel van paraméterezve, hogy ebből a zajból csak kutyát lehet létrehozni, ebből a zajból csak épületet? Vagy a zaj valahogy az... magába kódolja azt, tehát ha mindig ugyanazt adom oda, akkor mindig ugyanazt kapom. Determinisztikusra folyamatolni. De hogy
az, hogy mi lesz, az csak a végén derül ki. Tehát, hogy ez egy megjósolhatatlan, kaotikus folyamat, aminek a végén megérkezünk valahova. Mindig ugyanonnan indulva, mindig ugyanazra érkezünk, de az elején még semmi elméletünk nincs arra, hogy mi lehet. Valami hiányzik nekem abból, tehát hogy van a bemenet meg a kimenet, és akkor elkódolja, és aztán visszacsinálja, az oké, csak hogy amikor a legvégén azt mondom, hogy hoz létre egy képet, aminek a paraméterei ezek, akkor milyen zajokat vesz elő a paraméteremnek megfelelően, vannak külön zaj a könyvtára? Nem. Tehát ő teljesen véletlenül választ oda egy hangya focit, amit a kiindulási alapnak választ, és hogyha van egy szöveges instrukcióm, hogy mit szeretnék rajzolni, akkor abból a totál random hangya fociból végzi a rövidvetest, mindig figyelembe véve, hogy a szöveg a támpontot ad neki abban, hogy hogyan módosítsa a pixeleket, úgyhogy elkezd haladni afelé, a megoldás felé, amit én kértem tőle, hogy itt mit tudom én, középkori vár, vagy nem tudom, micsoda, pincsi kutya. Ez az tök és vannak olyan megoldások, mint a ControlNet, ahol nem csak szöveget ad be neki az ember, hanem plusz információt, például a nagyjából egy ilyen pálcika embert, hogy hogy állhat a gerince, a végtagjai az embernek, mondjuk egy körvonalat, és akkor ezekkel az információkkal plusz a szöveggel, mivel nagyon sok minta volt, ezért muszáj megtanulnia egy olyan reprezentációt, hogy ez a szöveg, ez valami ilyet jelenthet, hogyha ilyen zaj van. És ezért is működnek jobban, amikor egy nagyon hosszú leírás van, ami a végtelenség megy a aprólékokban, mert lehet, hogy arról is tanult egy reprezentációt, hogy hogyan néz ki a nem tudom milyen objektívval a következő kép, és akkor megpróbálja beleépíteni azt is abban, amikor veszi el az ajt. Értem. Köszönöm. Azóta fölírva a kutyánál, hogy final iteration. Most mi van akkor, hogyha ha ott nem áll meg, hanem még tovább megy 40-nel, akkor szárnyon ő a kutyának? Nagyon jó kérdés, de hát sok érdekes nüanszba be lehet menni, de a rövid válasz az, hogy egy idő után beáll, olyan szép lesz a kép, hogy már nem tud mit javítgatni. Valahogy egy kicsit lévő változni fog, vándorolni ebben a térben. Léteznek ilyen animációk, amik ezt a folyamatot bemutatják. Én meg néha van olyan, hogy ezzel is egy picit a lépésednek a számával egy ilyen plusz-minusz párat az ember ráhagy, és akkor, hogyha mondjuk láttam, hogy karóra, és hogyha már túl sokáig épített, akkor tényleg nagyon aprólékosan bele volt rajzolva minden egyes fogaskerék, és akkor lehet, hogy nem azt akarta az ember, újra futtatja, és akkor amikor úgy érzi, hogy tetszik neki a végkimenet, akkor azt választja. Nyelvi modellezés. Én vissza szeretnék csatolni egyrészt a Danielnek az adásra, a másrészt az AlphaGo-ra, hogy ez az egész így jobban érthető legyen. Szerintem ez egy nagyon mindenkivel megfogalmazik a kérdés, hogy jó, de miért kellett erre ennyit várni, és hogy miért pont most így akármi is nézhet ki, hogy a semmiből jelentek meg ezek a modellek. És talán még azt is sokan hallottátok, hogy például Chomsky egy ilyen plágiumgépnek hívja még mindig a GPT-t és a ChatGPT-t, erről, hogy igazából csak visszaöklendez véletlenszerűen, nem véletlenszerűen, de statisztikai alapon különböző szövegrészeket egymás után, amiket ugye a neten a végtelenadból betanult, és hogy ez miért akkora nagy előrelépés. Azért is volt jó ez az AlphaGo, ez a film, mert nagyon sok olyan motivum volt benne, ami folyamatosan újra előjött a mesterséges intelligencia fejlesztéseknek a történelmében. És az egyik szerintem a legjobb az, hogy azért nem lehetett eddig megoldani a Go-t, mert megpróbáltuk megoldani a saját fejünkkel. Úgy, ahogy egy Go szakértő, egy játékszakértő, egy tudós megpróbálna fölírni a szabályokat egymás után, és azt várjuk, hogy elég jól felírjuk ezeket a szabályokat, hogyha nem tudom, hogy valamilyen együttállásra, másfajta együttállásra kell válaszolni a játékosnak, akkor a végén lesz egy nagyon erős gójátékosunk, de ez nem történt meg. Ezt ugye próbáltuk a sakkal, ott még valamennyire működött, de ott is ugyanez a motívum volt meg, hogy maguk az alkotók még nem teljesen tudták, hogy mennyire működik jól a rendszerük, és ott is maga az IPM-nek a
a megoldása. Egyszerre csinált olyan lépéseket, amik emberfelettiek voltak, és olyan hibákat, amik pedig teljesen nevetségesek. És annó Kasparov igazából azért vesztette el az első meccset ellene, mert volt egy programhiba miatt egy olyan lépés, amit Kasparov úgy értelmezett, hogy hát ez valószínűleg valami nagyon-nagyon komoly mesterséges intelligencia, és megijedt tőle egy kicsit, hogy biztos azért lép egy ilyet, mert nagyon hosszan előre gondolkodik, és igazából ez lett a veszte. Ugyanis nem belelátott olyan emberi tulajdonságokat, amik igazából nem léteznek. És hasonlóan, hogy a nyelvet megpróbáltuk megoldani, visszamenőleg egészen az 50-es évekig, ott is először azok voltak a megoldások, hogy hát mindennek van szabálya, miért ne lennének a nyelvnek szabályai, hát vannak nyelvészek, ezzel foglalkoznak, akkor csak le kell írni az egészet, és akkor meg van oldva. És tényleg azok voltak az első gondolatok, főleg a világháború után, hogy hát valószínűleg, ahogy el tudunk kódolni üzeneteket Enigmával, társaival, akkor az angol az mondjuk az orosznak egy kódolt verziója, csak a nyelv a kód. És akkor elmentek a nyelvészekhez, megkérdezték őket, hogy mik a szabályok, hogy írják már le, mert akkor végre elvetik a munkájukat a gépek. Leírták, és ezt 70-es évekig csinálták, és ott nem sikerült. Próbáltak minél több pénzt belerakni, nem működött az egész. És itt szépen lassan elengedtük azt, hogy mi emberként megpróbáljuk beleírni a mi tudásunkat, és az adattömegből kezdtek el ezek a modellek tanulni együttállásokat, ugye hogy egyre olcsóbb lett a számítási kapacitás, és egyre több adathoz hozzájutottunk, egyre több területen tudtak előrelépni. És ugye Dániel is mondta, hogy igazából erre már régebben tettek, fogadtak sokan, hogy a neurális hálók lesznek a megoldások. Igazából a 80-as évek óta minden matek megvan hozzá, csak pejoratív volt ezzel foglalkozni, ugyanis az 50-es években annyira mindenki azt gondolta, hogy hát jönnek a, tényleg jönnek a robotok, és akkor csak pár év, és ugye elveszik mindenkinek a munkáját, és jön egy nyavulat mindenki, és hát nem jöttek. Ezért maguk a mesterséges neuronok, ezektől mindenki óckodott, hogy bármit ezzel kapcsolatban publikáljon. És most, hogy szépen lassan egyre olcsóbb az adat, egyre olcsóbb a számítási kapacitás, ez mindig azt jelenti, hogy ha az ember akar otthon egy GPT modellt, akkor az olyan 10 millió dollár jó, hogyha van nála, de most már így létrehozható. Így az a tendencia kezdett el épülni, hogy minél több adatta, minél nagyobb modellekkel olyan mesterséges intelligencia megoldások lesznek, amik nem egy adott szűk területre jó, hanem nagyon sok mindenbe egyszerre, és van egy átfogó világképük. És maguk ezek a nyelvi modellek GPT-nél is igazából annyi történik, hogy mondhatjuk azt, hogy egy nagyon okos autókorrekt, csak éppen nem 2-3 szóra visszamenőleg működik a telefonunkon, hanem teljes szövegkorpuszokra visszamenőleg, ezek az együttállásokat kiderítve, és ezekre rájavítva tud az egész jól működni. És ami még különbség, ugye mondtuk, hogy GPT, ChatGPT, mik ezek között a különbségek, ugye mennek fel a számok, az igazából azt jelenti, hogy egyre több adatot használnak a betanításukra, de ami még egy ilyen hozzáadott érték volt, az bő egy éve, évelején a InstaGPT megoldások voltak, amik egy magára ezekre a modellekből olyan szinten volt egy finom hangolás, amivel tényleg egy ilyen kérdés-válaszszerűen lehetett beszélgetni. És ezeknél a nyelvi modelleknél, hogyha úgy gondolunk rájuk, hogy kitalálja a következő szót, és azért addig trénele van még minél jobban kitalálja azt, hogyha elkezdtem írni valamit, akkor mi legyen a következő szó. Ugye nagyon sok lehetőség van, hogy hogyan folytatok egy mondatot. De ez nem jelenti azt, hogy ebből egy kérdés-válasz jön ki. Tehát, hogyha én azt írom be, hogy 10 legjobb hely, ahol lehetek Budapesten, akkor lehet, hogy nem az lesz, hogy felsorolja nekem a 10 legjobb ajánlatot, hanem fölé mondjuk, hogy 10 legjobb hely, ahol lehetek Vácon, ahol lehetek máshol. Mert ez is egy lehetséges folytatása ennek a szövegnek, hogy az interneten megvan. És magából itt a különbség pedig annyi volt, hogy plusz finom hangolási rész alakított át ezeket a modelleket, hogy kérdés-válaszpárként lehessen velük beszélgetni, viszont ennek megfelelően ugyanúgy nem. Ha az ember nagyon akarja, akkor ki tud belőlük hozni olyan adatokat, olyan válaszokat, amik nem feltétlenül voltak a
tervében a készítőknek. És ez is egy nagyon jó példa szinte, hogy akkor még visszacsatoljak egy utolsót az AlphaGo-ra, hogy kétfajta nagyon fura lépés volt. Az egyik, ami nagyon fura volt, de sikerült. Másik pedig nagyon fura volt, de programhiba is nem sikerült, és így emberként így előre az ember nem tudja, és nem is nagyon volt ráhatása. És ezek a rendszerek, ahogy egyre komplexebbek és bonyolultabbak, azon túl, hogy megmérjük valamilyen módszerrel, hogy inkább azt csinálják, amit szeretnénk, és inkább nem, és ezek jobbak, mint az előző iteráció, nagyon mélyen ugye nem lehet a végtelenségig belemenni a jelenlegi technológiával. Úgyhogy ez még egyelőre egy ilyen további kérdés marad, hogy hogyan lehet kordába tartani az egészet. Még egy dolog, hogy ha az ember így belegondol így a sci-fi történetekben minden hasonlóba, nem csak abban vagyunk szörnyűek, hogy megmagyarázzuk, hogyan működnek ezek a modellek, hanem egyáltalán, hogy előre lássuk, hogy hol tartanak. És ahogy az AlphaGo-ban is mondták, hogy hát ez most hogy elveri a Lee Sedol, hogy lehet, hogy 10 év, lehet, hogy soha nem fogja. Szintén ez a fajta fejlődés, ez olyan, hogy jön egy újfajta technológiai áttörés, és hirtelen jön egy ilyen hatalmas nagy ugrás, és nem teljesen tudjuk, hogy mit fog magával hozni. Igazából, aki nem követi nagyon szorosan ezeket az eseményeket, annak egyértelműen ezek ilyen nagyon hirtelen a semből jelennek meg, azon kívül a kb. 100 emberen kívül, akik tényleg benne vannak ezeknél az óriás cégeknél, és nap mindenap ezekkel foglalkoznak, ott lehet látni egy ilyen iteratív fejlődést, mivel ezeknek egy nagy része az zárt ajtók mögött folyik, ezért a végeredmények azok sohasem ennyire egyértelműek. És igen, az volt az előrelátás, hogy majd folyamatosan mindent automatizálunk, az unalmas munkákat fogja elvenni mindig a program, és akkor majd több időnk lesz alkotni, meg embernek lenni, meg táncolni, meg nevetgélni, és hát pislogtunk egy nagyobbat, és a fehér balérós munkákat mind elvitte, illetve lett egy jó ellenfel rájuk, és igen, ez volt az SkiFi-nek a legvégén, hogy amikor majd tényleg lesznek robot emberek, akkor mennyire komoly kérdés lesz, hogy jó, de mit tesz minket emberré, hogy azért tud-e alkotni, és hát az alkotásért jött először, úgyhogy itt pedig átadnám azt hiszem akkor a beszélgetést, mert ez gondolom mindentől kezdve már vannak kérdések. Eléggé nehéz téma, és nekem ami legizgibb az egészben, hogy nagyon sokszor az alkotók se értik, hogy mi történik. Ugye a filmben is volt, hogy a fejlesztőit is megvette az egy-egy lépés. Így, hogyha jól tudom, a ChatGPT, vagy az OpenAI, amikor csinált a ChatGPT fejezetben. Igen, ők elégedetlenek voltak vele, és úgy voltak vele, hogy hát nézzük meg, hogy mi lesz. Igen, és kifejezetten ödöbbentek azon, hogy ilyen komplexitás, hogy mennyire dolgokat tud mondani. És én nekem egyébként ez az, ami egyszerre ijesztő és nagyon izgalmas is ebben a témakörben, hogy a filmben egyébként elhangzik ez a understanding, hogy létrehozunk valamit, amit igazából nem is feltétlenül értünk. A biológia az azt hiszem, hogy tökéletes például. Itt aztán tényleg jó metafora a biológia. Mindannyian tudjuk, hogy kell gyerekeket csinálni, de nem értjük az emberi szervezet működését teljes mélységében. Ez furcsa kicsit, a kutatóknak is furcsa, nem csak a laikusoknak, de hogy igaziból nem teljesen szokatlan helyzet, hogy meg tudunk alkotni valamit, de nem értjük, hogy a gyógyszer is egy black box, hogy látod, hogy működik, nem működik. Néha vannak embereknek, nagyon nem működik, mert allergiás, de többen mennek ki az életét, és ezt így ki tudod mérni. Nem ezt vártuk, de igen, tólag nem teljesen meglepő. Szóval még annyit hadd mondjak, hogy igazából egy éve már lehetne ChatGPT butában, és igazából azért nem lett release-elve, mert azért nem tették elérhetővé, mert hogy azokat a verziókat még nagyon könnyű volt úgy beszélni hozzájuk, hogy minél könnyebben toxikusak legyenek, és akkor
olyan dolgokat mondjanak, amik ártalmasak és a többi, és egyszerűen annyira féltek, hogy ez egy ilyen PR veszít az értékéből a cég, hogy emiatt tartották még vissza, ami egyrészt helyes, de másrészt meg gondoljuk-e, hogy van-e bármilyen olyan tudományterület, ahol azt mondják, hogy most nem kapcsolom be az ITER-t, mert hát ha valaki megsértődik, vagy így nem írom meg, hogy rendesen hogy működik, mert valakinek nem tetszett. És a mesterséges intelligenciánál pedig ugye boldog-boldogtalan fog róla lehozni valamilyen cikket, hogy érez ezzel kapcsolatban, és erre mind reflektálni kell. Hát most az OpenAI szeretné ezt újra pozícionálni, hogy az atombombák tökéletes példa egyébként a nem publikusan zajló kutatásokról, tehát hogy az atombombák szintjére át pozícionálni azt, hogy gondolkodjunk a mesterséges intelligenciáról. No comment, én őszintén nem teljesen értem, hogy hol tartunk ebből a szempontból. Ők jobban tudják, viszont nagyon-nagyon elfogultak nyilván, mert pénzügyi érdekük fűződik ahhoz, hogy dugdossák ezt a technológiát. Mostanáig egyébként a mesterséges intelligencia kutatók nagyon-nagyon jó pozícióban voltak a nagy cégeknél abból a szempontból, hogy a mesterséges intelligencia kutatók nagyon keresettek voltak ezeknél a cégeknél, a Google, OpenAI, DeepMind, stb. És a saját portfóliójukat építve kiharcolták gyakorlatilag, hogy minden nagyon nyíltan zajoljon, minden közzé tegyenek a saját nevükkel, lehessen tudni, hogy kiknek a nevéhez kötődnek a nagy felfedezések. Most az OpenAI-nak feltett szándéka, hogy ezt a beállt, 15 éve beállt egyensúlyi állapotot ezt megborítsa, és titokká tegye, hogy hogyan működnek az AI-ok. Másrészt viszont ott vannak a alpaka, láma és társai, tehát hogy nem tudom, hogy ezzel nyilván kisebb esélytek volt találkozni, tehát hogy dolgoznak emberek azon, hogy ez közkincs legyen. Kicsit olyan, mint a 1700-as években, még hogyha az ember tudósnak lenni, akkor tényleg így fogott egy legorított, és akkor megmérte, és akkor kitalálta így a fizikának az alapjait, és akkor most melyet nem tudta, nem el kell menni a CERN-be, ahol egyáltalán valamit hozzá tud még az egészhez szólni, és ezek a hatalmas monopóliumok azok, ahol valóban lehet ezzel foglalkozni. Egyszerűen a tudás, az erőforrások, az adatok, ami a legfontosabb, azok már nem az akadémiának a kezében vannak, hanem ezeknek az óriás cégeknek, akik azért vesznek meg általában más kisebb cégeket, amik mondjuk nem is termelnek pénzt, csak felhasználójuk van, mert azok a felhasználók mind adatokat hoznak létre, amik jók ezeknek a modelleknek a betanítására, és emiatt éri meg az egész. És ez olyan, amivel nem igazán lehet versenyezni. Volt egy kérdés. Csak meséltétek ezt, hogy milyen izgalmas, hogy sokszor nem értitek, hogy mi történik a paramétereken belül, vagy mi az, ami már benne nagyon áll. Hogy ennél még izgalmasabb lehet az, amit most nemrég olvastam, hogy vannak olyan dolgok, amik ez az emergent, tehát amik kialakulnak olyan tulajdonságok, amiket tud ez a rendszer, például mit tudom, a reasoning, vagy a matematika számolása, aminek nem kéne tudja, mert hogy egyszerűen csak ki kéne találni a statisztikai módszerek alapján, ki a következő betűt, ugye? Azt mondtátok, hogy innen indul. Tehát? Hogy ezek az... Bocsánat. Ezek az emergent feature-ek, azt mondják, hogy egy bizonyos paraméter szám után jönnek föl nagyon-nagyon hirtelen. Hogy van-e rálátásotok arra, hogy mi a következő ilyen emergentek? És nem féltek ettől? Nincs. Nekem nincs rálátásom, és... Szóval azért csak, hogy hadd tegyek egy icipici kitérőt, hogy amikor azt mondjuk, hogy jó, ennek csak az a dolga, hogy megtippelje a következő betűt. A ChatGPT-vel csak egyenként jönnek ki a betűk, mindig tippelgeti a következő betűt. Erre a feladatra van tanítva. Akkor azt is érteni kell ugyanakkor, hogy jó, de ahhoz, hogy helyesen megtippeld az a következő betűt, egy 2000 betűs szöveg következő betűjét, az érteni kell, ahol irodalmi érzékkel kell rendelkezni, ahhoz tudni kell, hogy milyen zsáner az, amiben fogalmazol éppen, tényeket kell tudni a világról, és így tovább.
Tehát, hogy ez így emergál, mondjuk az a képesség, hogy fölismeri, hogy ez most egy tudományos cikk, ez pedig egy filmforgatókönyv, ez egy emergens képesség, de nem olyan nagyon furcsa, hogy emergál abból, hogy meg kell tippelni a következő betűt. Azért, mert akkor a paraméterrendszer? Igen, de hogy még mindig kisebb annál, mint amennyi a világon az összes karakter után akárhány karaktert raksz, és az végtelen. Tehát, hogy azt, hogy mégis el tud helyezni egy ilyen hatalmas területen, ahhoz is valamilyen abstrakciót meg kell tanulnod, amiknek vannak összefüggései. És abban, hogy ezek az abstrakciók azok, amik hasznosak, és amiket hozzá tudsz kötni igazából a diffúzió modellhez is, tehát hogy magát a nyelvi modell által a egymásra jövő karakterek helyett tanul valami reprezentációt, tudja, hogy akkor a kutya meg a macska azok egymáshoz közel vannak, meg hasonló dolgok, meg mondjuk szőrösek, és akkor ezt az információt adja tovább, amikor elveszi folyamatosan az alj. És ezt muszáj neki valahogyan megtanulnia, mert egyszerűen az összes létező képet akkor sem tudod leírni csak pár számmal. Még akkor is, hogyha ez mondjuk több millió szám. Akkor megtanulni ezt, tehát akkor a paraméterrendszerben van kódolva, amit megtanul. Igen. Az összefüggésekből igen. Tanulja meg az adatokból, de nem mi írjuk meg benne, hogy a kutya hasonlít a macskára, hanem egyszerűen annyi kutya-macska példát lát, hogyha meg akarja tanulni az elefántot is, akkor tudnia kell, hogy van köztük különbség, anélkül, hogy én ezt beleírom. És akkor az igaz, hogy ha skálázzuk a paramétereket, akkor egyre több ilyen emergáló új tulajdonságot kapunk? Egyértelműen igaz, igen. És szerintetek mekkora az esélye annak, hogy a GPT-6 vagy a GPT-7 már egy general intelligence lenne? Nem kell igazából annak lennie, tehát hogy ez olyan, mint hogy néztük a madarakat, és akkor megihletett a szárny, és csináltuk a repülőt, és hogy annak nem kell kapirgálni ahhoz, hogy hasznos legyen, meg hogy jobb legyen minden madárnál. Tehát, hogy az nem tudjuk igazából, hogy hogyan működik az emberi agy, de azt tudjuk, hogy ez nem úgy működik, csak megihlette. Az, hogy nem tudom, jobb válaszod van esetleg, akkor... Nem biztos, hogy ezt ki akarom egészíteni. És ez a, hát, hogy nem tudom, a Midjourney elrontotta még két hete még, igen, meg ezzel beszélgettünk, hogy miről beszélünk, és akkor múlt héten még lett GPT-4 is, úgyhogy akkor megint azt elfelejtettük, amiről akartunk beszélni, és akkor ez a hú, de találta benne valami hibát, mert akkor a Midjourney még 6 újat csinált még egy hónapja, és akkor most már az is meg van javítva, de hogy ez teljesen mindegy, hogy van valami fura edge-kész, amiben nem jól működnek, mert annyi minden másba pedig automatizálhatóak feladatok, amik eddig rengeteg ember órába kerültek. Tehát hogyha a 6 az tökéletesen fog tudni imitálni, nem tudom, tényleg embereket, költőket, és nem lesz mellette akarata, mert ezt mindig az emberek írják be, hogy mit írjon, az ugyanúgy egy hatalmas nagy változást fog előidézni. És nem csak ez a félelem, hogy jaj, akkor nem tudom, elveszi a munkámat 100 éve folyamatosan, hanem rengeteg szemetet lehet generálni. Tényleg az, hogy most már egy gombnyomás megcsinálni a végtelen propaganda szöveget, azt, hogy jöjjenek a nem igazi leírások különböző termékekről az Amazonon, hogy ezt én vettem meg 5 csillagért, meg amik most már egyébként vannak Kanadában, meg a angol nyelvterületeken, hogy nem unokázós csaló, vagy küldje be a pénzt az unokájának, hanem hát a hangját lemásolják a unokának, és akkor ő kéri a pénzt a telefonon, csak még van egy kicsi pár másodperc leg, amíg a kérdeznek, és akkor kinyomja a választ még a modellonnal, de hát az majd szerintem pár hónap, és akkor az sem lesz. Tehát, hogy ezekre sem vagyunk így teljesen felkészülve, és ezzel valamennyire így ezeknek a modellnek a készítőik maguk alatt is egyszerre vágják a fát, tehát hogy, mert rendben van, hogy akkor a Bingbe tudsz erre keresni, csak közben a Bing-el tudsz generáltatni még kamu tartalmakat is, amikre szintén rá tud keresni, és azt hiszi, hogy hasznos. Meg rendben van, hogy összeszedi neked a különböző oldalnak a tartalmát, ami 5 oldalt nem kell olvasnod, hanem beírja összezanzásítva. De hogyha nem mész fel azokra az oldalakra, azoknak nem nézed meg a reklámját, akkor nem élnek meg belőle, akkor nem lesz tartalmad, amiből újra tanítsd az egészet. Szóval ez így nagyon gyorsan működik, és az alkotóknak is egy probléma lesz. Igen?
Nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye ezt a több millió paramétert nyilván nem állított senki kézzel, ezt a tanuló algoritmus saját maga húzza fel. AI programozóként mi a ti hozzáadott értéketeket? Hogy mi az a dolog, amit ti csináltok, hogy ne hatúja legyen az embernek, a következő verzióban... Tépem le az arcomat, hogy miért TensorFlow egybe voltam, mit csinálva, és hát... Meg akarok válaszolni a kérdésre, hogy egyrészt iszonyatos nagy jelentősége van ugye az adatoknak az összetűrésének. Tehát, hogyha ez egy általános imitáló gép, akkor úgy szerepel ez természetesen annak, hogy minél nagyobb és minél jobb minőségű adatot adjunk neki. Ez nem a glamúros része a munkának, de valószínűleg a legfontosabb a gyakorlatban. Van a glamúros része, ami nagyon-nagyon kevés embert érint a világon, tehát néhány sztárkutató van összesen az egész világon, aki most akkor visszaszkrollozok ide, egy kicsit úgy leszóltam, hogy nem ez a fontos része, hogy itt van valami kis matek formula. Hát azért, hogyha valaki kitalálja mondjuk a GELU-t, vagy a layer normot, akkor a jobb lesz ez a rendszer. És lehet, hogy csak annyit oda csap a tévé oldalára, hogy a, nem tudom, a exponenciális függvény cseréljük ki egy másik függvényre, akkor azért az segíthet. Próbálgatják, folyamatosan kísérleteznek ezekkel a képletekkel, és valami beválik, valami nem. Ez mondjuk a glamúros része a mesterséges intelligencia kutató munkának, hogy ilyen képleteket farigtsák. Akkor megmondok, a John Carmack, ő szintén átment, és már ugye megcsinálta a Doom-ot, a Quake-et, ugye a 3D-t, akkor már a VR-t nagyjából, azt megmondta, a rakétákat, és akkor most, igen, azt is megmondtam, most Agit csinált, tehát hogy a mesterséges intelligenciát, ami mindenben jó, és neki volt egy ilyen megérzése, hogy hát igazából így, amit erről az egész területről tudunk, hát azt egy boríték hátuljára föl lehet írni a matekot, és működik, úgyhogy szerinte nem tudja, hogy mikorra találják ki, hogy a mesterséges generális intelligencia az is valószínűleg pár sor lesz, csak ki kell találni. Az se sokkal hosszabb. Igen. Hát ami még ugye feladat van, az az, hogy ennek az egésznek a pipeline, tehát hogy ahogy hogy ez a mégis adatot be tud juttatni, és ez a dolog tudjon tanulni, és ki is rendesen értékelni, és az a benne a nagyon fura, hogy ha az ember kódot ír és csinál egy hibát, akkor általában kap valami hibaüzenetet, vagy meghal az egész. Itt pedig nagyon csöndben halnak meg a dolgok, tehát a neuronháló az át tud téged is verni, hogy úgy nézzen ki, hogy tanul, és közben nem csinál semmit, csak égeted az Amazonasban a széndioxidot, hogy úgy kell megcsinálni az egészet, hogy tényleg azt tanulja meg, amit te szeretnél, és ne az legyen, hogy csak kiértékelésnek a lehető legjobb értékeket kapja, annak ellenére, hogy nem azt csinálja, ezt reward hackingnek hívják, és ilyenre példa, hogy a Covid alatt ugye boldog-boldogtalan megpróbálta AI-val megmondjuk, hogy ki Covidos, abból, hogy kettőt köhögnek hasonló, és akkor ezekből mind volt ilyen publikáció, és hát ugye nem látjuk nagyon, hogy AI ezt csinálná, és a többségnek az volt a problémája, hogy nagyon naívan nekiálltak ezzel foglalkozni, és akkor volt például ilyen, hogy röntgen képeket megnézünk, és akkor abból automatikusan ki Covidos, hát azt látjuk a mellkasból. És akkor jól működött a Petri csészébe, jól lehetett publikálni, kivették a való életbe, és teljesen random volt, hogy véletlenszerű, hogy mit prediktál, és kiderült, hogy annyi történt, hogy az adatokat, amikor összeszedték, akkor hát minden ember, aki Covidos volt, és volt róla tanító példa az ő mellkasukról, röntgenképről, az gyerek volt, aki nem volt Covidos, az meg felnőtt. És a gép nagyon egyszerűen megtanult, hogy hát minél nagyobb valakinek a mellkasa, annál egészségesebb, és akkor olyantől kezdve mondta, hogy hát az ott egy nem Covidos, egy Covidos, hogy egy felnőtt detektor sikerült csinálni pár százezer dollárért, és ez megint egy olyan dolog, hogy hát helyesen csinálta a mintából, azt prediktálta, amit kértek tőle. És hogy a való életben is tényleg úgy működjön az a dolog, ahogy ez ki lett mérve, az igazából egy ilyen nagy hozzáadott érték, és ez általában iteratív. Tehát, hogy mindahogy itt az AlphaGo-nál is, hogy még ezt megcsinálták, működött, jó, hát nem tudjuk, hogy mennyire jól működik, mert minket elvertek ki mást erre, és akkor látták, hogy voltak benne hibák, amik előtte nem jöttek rá, és akkor ezeket itt szépen itt oldozták. Itt volt egy kérdés. Nekem kettős van, lehet? Van, lehet? Ajaj! Az egyiket
tehát nekem ezekkel a metrikákkal kapcsolatban lett volna, hogy akkor nem tudom mennyire része a munkának az, hogy rájönni, hogy átadottok verve, hogy igazából csak a KPI-okat teljesíti, de nem állom tartott. Tehát akkor ezt le kell tudálni. Igen. A másik kérdésem meg a glamuros részhez tartozott volna, hogy mennyi idő még ezt ő kitalálja magát? Ő kitalálja magának? Léteznek már ilyenek, amiben ett. Tehát vannak olyan kutatások, amik arra irányulnak, hogy ezt a részét a mesterséges intelligencia kutató munkájának, azt gépesítsék. Úristen a saját munkáját. Önzetlenül. Ilyen önzetlenek a mesterséges intelligencia kutató. Ami Nick Journey, ha jól tudom, hasonlót csinál, ahol AI szelektálja ki a szép képeket, és ugye a Nick Journey az Dolly-hoz képest kb. Az a különbség, hogy ott csak az ilyen trivial, meg hát nem tudom micsoda ready képeket tolják be, és azért csinálja azt a stílust. Jól tudom, akkor vagy egy algoritmus szűri ki ezeket a képeket. Hát egyszerűen ugye a visszajelzésekből látod, hogy volt, ezt sokan megosztották, lájkolták, akkor az egy jó kép, és akkor utána rájavítasz a következő interakcióban az ingyen adat. Tehát gyakorlatilag valahol a Midjourney-nek van lényegében egy olyan mesterséges intelligencia, ami bemenetként kap egy képet, az mondjuk a, majd maradjuk a történetemnél 1000-1003 szám, és kimenet meg egyetlen szám, hogy ez mennyire fog tetszeni az embereknek. És ezt a feladatot végtelen sok adaton lehet tanulgatni. És akkor még egyet a, és csak erre még válaszként, hogy ez a szép része, ezekre azért van szükség, mert nem, az nem elég, hogy csak így egymás után rakom a végtelenségig a hálót, mert annyira sok mindent lehet tekergetni, akkor is, hogyha tudom azt, hogy melyik irányba kell tekergetni, hogy egy idő után lehet, hogy ez nem vezet eredményre. És akkor vannak olyan megoldások, amik igazából arra valók, hogy ez a tanulás, ez a tekergetés, ez minél mélyebb hálókon is tudjon működni, minél effektívebben. És akkor ezekre vannak olyan dolgok, amiknek egy része az olyan, hogy hát ilyen tényleg ilyen madárjóslás, hogy hát nekem működtek ezekre a dolgokra, neki működtek azokra, arra a dologra meg nem működik, és akkor, hogyha ez így mégis ilyen bevett dolog marad, hogy éveken át használják, akkor általában elkezdik jobban kutatni, hogy jó, de milyen csillag együttállásoknál kell ezt használni, és akkor valami magyarázat lesz arra, hogy mik működnek, és akkor amik nagyon bejáratottak, akkor azok megmaradnak. És közben meg vannak mindenféle ilyen próbálkozások, hogy akkor kicserélem az egyiket, akkor egy másik hatványra meg társai, és akkor szépen, amik megmaradnak azokra, és egyre jobban bejáratottak, azokra lehet utána tovább építeni. És akkor... Elképzelhető az, hogy arra is használjuk az AI-t, hogy ezt megmondja, hogy mi AI generált, és milyen AI generált. Igen, és most is nem lehet. A deepfake-eket próbálják, de ez egy ilyen macskaegér harc egyébként. De ahogy mondjuk mondtad azt, hogy lehet, hogy a 6 az már annyira nagyon jó lesz, hogy tényleg hihetetlen. Te mesélted el azt a történetet, hogy nem olyan rég az emberiség, ugye ez nagyon fontos azért, tehát hogy az emberiség visszaszerezte a vezetést a mesterséges intelligenciától Go-ban, amennyiben először rászabadítottak egy mesterséges intelligenciát a másikra, hogy letapogassa a gyenge pontjait, és egy ember megtanulta ezt a letapogatott gyenge pontot kiaknázni. Hát igen. GPT-nél próbálnak ilyeneket, hogy a szöveget úgy generálja, hogy ugyanúgy értelmes legyen benne egy ilyen vízjel, amit meg ki lehet olvasni, és azt mondani, hogy akkor ez inkább szöveg generál, és akkor, hogy ettől majd nem fogja az összes diák hirtelen azzal írni a beadandóját, és akkor minden rendben lesz, és bedugni a fejünket a földbe, de hát ebben nyilván az, hogy hát, hogyha emiatt rosszabb lesz a modell, akkor az emberek átmennek egy jobbra. Nem tud ilyet, vagy csinálsz egy olyat, ami már nincs ilyen, és akkor az kicsit több érdekel, és akkor azért nyered túl magadat, tehát hogy ezek ilyen, még nem tudjuk, hogy mi a jó megoldás. Meg lesz egy vízjel kivevője is esetleg. Igen, vagy az, igen, tökéletes, hogy csinálsz egy külön AI-t, ami meg átveri a vízjel kivevőt, ami hozzáadja a vízjel szöveget, és akkor az is működik, igen, az valóban így. Beszélj, ja, csak annyit kérdeznék, hogy nektek a... vagy a maga mesterséges intelligencia kutatásnak az agykutatás szolgál inputokkal jelenleg? Halad az annyira, hogy szóval lehet számítani? Az az alapmodell, ami a neuron, ami a perceptron,
Ez a sor. Köszönöm, igen. Na az onnan. Na az, az, az az 50-es években, amit tudtunk arról, hogy hogy működik az agy, abból lett ez csinálva, ami az, hogy hát jön be az inger, és hogyha jó sok bejött, akkor tüzel. És össze van a másikra. És azóta, ez, illetve még egy dolog volt a látásban, hogyha beraktad a macskának a húzalokat a fejébe, és éleket mutattál, akkor néha volt, hogy valamelyik tüzel, és akkor ebből tudtuk azt, hogy valószínűleg valami él érzékelő neuronok vannak, amik egy összekötve egyre bonyolultabb formákat látnak, és akkor tüzelnek az agyba. Ez a kettő, és ahogy a repülőtől eltávolodtunk, és csinálunk szárny mellett helikoptert is, mert működik, itt igazából annyi a bármi lehet neuron, aminek meg tudod mondani, hogy mint fogaskerék, hogyan kell tekergetni, úgy, hogy az előtte meg a mögötte lévőkhöz megfelelően változzon, attól függően, hogy mit szeretnél a végén. Tudod, elmondanád szerintem nekünk? Szóval, hogy igen, itt voltak ezek a kis parméterek. Ezek a számítási lépések felelnek meg tulajdonképpen az agyi metaforában. Tehát azt mondanám, hogy akkor ebben a számítási lépésben az a részformula, hogy 3x1, az egy neuron. És akkor ezek utána, ez most akkor három neuronból álló neuronháló lenne ez itt. Egyszer az x-el történik valami számolás, így néznek ki a mesterséges neuronok, mert tényleg a neuron, csak nagyobb, hosszabb számokat, nagyobb összegzéseket végeznek. És akkor utána ott az összeadás, az annak a kimenete egy harmadik végső neuron, ami a végső számítás. Egyébként csinálunk olyat, hogy próbálják, vannak olyan reprezentációk, amik tudnának neuronhálóban lenni, és amit most tudunk az agyról, meg most azt hiszem a muslincának a teljes agytérképét, már nem csak ez a E-póli, vagy mi a neve, 302 darab neuronnal van meg ez a féreg, hanem most már a muslincát letérképezték, tehát ez így megy föl, de átment abba az egész, hogy differenciálható modulokat raksz egymás mellé, és ebből bármilyen lehet. Nem kell, hogy semmire hasonlítson, ami a GPT modellekben van, ez az attention modell, ennek már semmi köze nincs ahhoz, hogy egy neuron kinéz, az egy ilyen, csinálsz egy táblát, amiből egy ilyen valószínűségi eloszlást csinálsz, és azt tanulja meg, és ez egy baszott nagy aki. Akkor csak egy háttér volt, aki előbb. Azt szeretném kérdezni, hogy működik-e visszafele a, mondjuk azt, hogy a tudás átadás, tehát az emberi agy szimulálásáról most már leszakadt kutatásokból származik-e olyan felismerés, meg megvilágosodás, ami az agykutatóknak a valódi ilyen mondjuk húsvér ember mentális folyamatainak a jobb megismeréséhez hozzásegít. Hát mint eszköz, úgy mondanám, tehát hogy mondjuk a jobb a képalkotás a CT-ben, a társaiban, ugye ott mind az van, hogy valamilyen zajból csinál neked értelmezhető képeket, tehát olyanról tudok még, hogy például a Alzheimer-nél meg hasonlóknál, hogy ilyen nagyon barbár módon van még mindig bármilyen kezelés rájuk, és van egy olyan irány ilyen biofizikában, hogy a modellek, még ha egyszerűbbek is, rátanulnak arra, hogy az össze-vissza lévő jeleket az agyban azokból valami értelmesebb jelet állítson át, és akkor nem csak nem tudom, kiégetnek ott valamit, hanem tényleg valami pici gépet bele fognak rakni a jövőben. Nem tudom, ennél jobban nem értek hozzá. Nem tudom, láttátok-e azt a cikket, volt itt, aki találkozott azzal, hogy agyi szignálok alapján próbálták rekonstruálni, hogy milyen képet néz éppen az, aki rajta van a berendezés, és meghökkenten jól sikerült állítólag, bár én ezeket egy kicsit szkeptikusan szoktam nézni ezeket a cikkeket, de az ábrák elég meggyőzőek voltak, ilyen előtte-utána ábrák, hogy ezt a képet mutatom, és a diffúziós modell az agyi szignálokból rekonstruálja ezt és ezt a képet. Igen,
És ott a nem a kontroll, ott nem a körvonalait látom mondjuk annak, hanem ugye az a plusz hozzáadott adat, amit a ezek csodálatos dolgok, fantasztikus. Az erőforrás igényről egy példát tudnátok mondani? Mintha ezt elfelejteni minden valami, nem? Én nem felejtem el, én nagyon szomorú vagyok, hogy akkor az erőforrásért nagyon nehéz versenyezni ezekkel a nagy kutatóintézetekkel. Azért mi is elfogyasztjuk a Rényi Matematikai Kutatóintézet villamos energia költségvetésének a nagyobbik részét, de a Google-nek még több van. Szóval nem, hát mondjuk gigawattórában mérhető, mi betanítanak egy GPT modellt. Tehát ez tényleg nagyon... Ezek most korlátot jelentenek a mindennapi felhasználásra? És fizikai korlát is, mert egyszerűen nem tudsz annyi GPU videókártyát gyártani, mint amennyit el lehetne adni. Tehát azért nem mennek ennyire. Illetve még elmondanám, hogy nekem még ilyen mindig ilyen szörnyű bűntudatom van, mert ugye hogy ezeket így elindítani is drága, mint ahogy a vonatot is azért idő, amire így elindul, hogy menjen, és akkor utána már tud menni magától, és akkor így fölövi az ember a, nem tudom, a 100 darab klasztert AWS-en, és akkor így egy kisebb autó így fölpörög, és akkor veszőhiba, de meg kellett várnom, hogy elinduljon, mielőtt kidobta a hibát, úgyhogy és akkor azok rossz érzések, de hogy ez sajnos ilyen. Hát azért ez még mindig egy sokkal kisebb nagyságrend, tehát nagyon-nagyon-nagyon abszolút sok áram kellett fogyasztanak, de azért nem, tehát hogy mondjam, nem egy vasúti kocsi földeforogatásának az energiaköltségéről beszélünk, másodperce, de nagyon. Ameddig elkészül egy GPT-3, az gigawattóra, ugye? Jól értettem, tehát van egy biológiai neuron modellje, de azon túl haladt a fejlesztés, és már olyan mondjuk neuron modellek vannak, amik valójában nem léteznek a biológiában. Úgy kell elképzelni, mint hogyha egy nem csak neuronok lennének összekötve, hanem mint hogyha lenne egy ilyen összeköttetésed, és azokban minden egyes csomópont, abban valamilyen matematikai művelet lenne. És ezek így akármik lehetnek, és összekötve, és a modell igazából azt csinálja, a keretrendszer azt csinálja, hogy ezt a gráfot, ezt a vagy előre, vagy hátra járja be. Ha előre járja be, akkor prediktál valamit, akkor megmondja a válaszát, ha visszafel, akkor pedig tanul. És nem is úgy működik, mint az agy, tehát amikor emberként valamire emlékezünk és visszahívunk valamit, akkor azzal is tanulunk. Tudja, hogy amikor van tanulási fázis, meg van a inference, amikor előhívok valamit, és csak akkor tud tanulni, amikor tanul, egyébként van fagyasztva, és pontosan azt fogja mindig visszaadni. És az nem változik, akármennyi, akárhányszor hívom meg, ugye az ember az ugye el tud fáradni, meg romolnak a képességei, pontosan ugyanaz lesz mindig a válasz. Cserébe annyival több energiát fogyaszt, hogy az ember az nem tudom, citromon meg marhafagyum azért ugye el tud lenni két hétig, ő miatt meghalna, itt azért jóval több kilovattóra kell hozzá, hogy... Az, hogy az agykutatás még nem térképezte, hogy az ember neuronhálózatát tökéletesen, az oka annak, hogy még nincsen általános mesterséges intelligencia? Én nem így gondolom. Ez a szubjektív véleményem, de én azt gondolom, hogy amikor végül ezek a gépek elérik az emberi intelligenciát, nincs kételjem, hogy egy adott ponton el fogják érni, akkor azok fölismerhetetlenül mások lesznek belső működésükben. Semmi hasonlóság nem lesz. De tökéletes imitáló berendezések lesznek, és mivel embereknek a viselkedési mintázatait, szövegeit, képeit és így tovább imitálják, ezért hogy talán a Turing-teszt szót itt megemlíthetem, tehát imitálni nagyon-nagyon jól fogunk tudni, bár oda bent egészen más folyamatok zajlanak. Még egy kérdésem lenne, hogy ugye az emberi idegrendszer az evolúciós folyamatok logikája alapján alakult ki. Van a mesterséges intelligencia kutatásokban az evolúciós algoritmusoknak szerepe meg lehetőség? Volt külön olyan ág is, hogy evolúciós algoritmusok, és már a 60-as években volt ilyen, hogy robotok, vagy mondjuk ilyen szimulált környezetben valamilyen
3D-s élőlények megtanulnak tényleg küzdeni valami erőforrásért, és akkor ilyen olyan mozgásokat kezdenek el imitálni, mint tényleg egy állat. Annyi, hogy ez maga az evolúció önmagában az piszok drága, mert ugye az van, hogy van, nem tudom, 100 egyedem, és akkor lehet, hogy az egyik az a majdnem kitalálta, de véletlenül meghal, és akkor eltekerek benne valamit, és akkor a következő az hirtelen az életképtelen lesz. Én biztos vagyok benne, hogy az evolúció is sokkal többet csinál, mint hogy véletlenszerűen túlélnek egyedek. Biztosan, hogy onnantól kezdve, hogy egy kicsit ennél egy hajszállal jobban tudjuk azt, hogy mit szeretnénk és minek szeretnénk tovább nagyobb túlélést adni, már jobb modelleink vannak, és maga a deep learning betanításánál, hogy ott már nem véletlenszerűen tekerem ezt a 100 milliárd paramétert, mert akkor sosem végeznék, hanem kell valamilyen irányt kitalálnom, hogy milyen, merre szeretném őket, és még így se feltétlenül végzek. Mani? Erre visszajelzés, vagy? Hogy mondjam? Az előbb egy pillanatra volt egy gondolatom, amit közben szúrtam volna, de én azt hiszem, hogy kivett a fejemből, úgyhogy átadom a szót az esetleges további kérdéseknek. Mert ha vannak, vannak. Ja. Említetted a Gant korábban, amennyit én abból megértettem, hogy ott ilyen versengő neurális hálók vannak, és az egyik hozza létre a kívánt outputot, és a másik értékeli azt. Pontosan. Nem, biztos, hogy ez teljesen pont. És hogy ez teljesen, tehát a diffúziós modell az valami, ami ezt most tulajdonképpen lenyomta, vagy hogy most ez az irány, és ez teljesen el lett hagyva, vagy ezek egymás mellett léteznek, a Gant meg a diffúziós. Biztos vagy benne, hogy nagyon sok ember van még a tudományos közösségben, aki GANokról publikál, és érdekes dolgokat publikál akár, de hogy ez az ötlet, ami egyébként denoising autoencoder néven a 2000-es évek, nem tudom, tehát 2010 magasságában már létezett, ami a diffúzió alapja, diffúziós modellek alapja, tehát hogy javítgassunk egy képet, így korrigálgassuk apránként a hibáit, és ezt ismételgessük. Ez azért lett most elérhető, azért lett most sokkal sikeresebb, mert már elég jó imitációs képességek bírnak ezek a neuronhálók. Erre nem volt senki felkészülve, és akiknek a kutatási projektje az a GANok továbbfejlesztésére alakult, azok most újra gondolják a kutatási projektet. Viszont most a GigaGAN, az most megint úgy néz ki, hogy egész jó, és most megint múlt héten, úgyhogy... Bocsánat, egy mondatot csak, hogy igen, de mindeközben az is igaz, hogy ha elég nagy a számítási kapacitásom, akkor elég sokféle ötlet működik. Főleg azért azon múlik. De ebben az esetben, tehát akkor én azt nem értem teljesen, hogy ezeket a paraméterezést azt mi végzi, vagy ki végzi. Tehát ez a GAN esetében? Nem, a GAN esetében értem, hogy ott az egyik neurális háló résznek, vagy neurális hálózatnak az a dolga, hogy ezt folytat, ezt végezze, nem? De hogy a diffúziós modellben ott a paraméterezést, az mi? Az dönti el a paraméterezést, hogy sikeresnek kell lenni abban a feladatban, hogy a zajos képből reprodukáljam sikeresen a zaj nélküli képet. Ez egy konkrét feladat, egy konkrét számmal lepontozható, hogy mennyire volt a gép sikeres. Apránként egyre jobb lesz. Igen? Elvettem a szre. Én, mint designer, abból mit tudok hazavinni? illetve egy másik kérdés az, hogy ismerve így az emberi természetet, ami elég pénzorientált magának, ennek az AI-nak, illetve ennek a technológiának a jövőképével kapcsolatban, hogyha kérdezek, akkor így itt válaszoltak, hogy hogy eldobja az ember a digitális eszközeit, mert úgymond át lett baszva. Szóval én még a luditákat, azokat ki lehetett nevetni, mert hogyha szétveri a gépet, hát nem tudom, miért nem tudom meg valami rejtelmeset csinálni, meg a nem tudom, nem mentél fel a cukrászdáddal a TikTokra, meg az Instagramra, akkor lehetett mondani, hogy miért nem haladsz a korral, itt meg az volt, hogy hát így reggel fölkeltél, és akkor Dali 2, oké. Az egy nagy probléma szerintem az egészen, mert nyilván lesznek új területek, meg a fényképezőgép se ölte meg a festészetet például, hogy ez ennyire gyorsan történt az egész, és
nagyon kevés szereplőnek a kezébe összpontosul minden. Tehát a webnél ott ugye bárki csinálhat egy weboldalt, és ha valami nagyon szűk területre lő, akkor az még lehet híres, mert olyan érdeklődést szolgál ki, meg olyan jól csinálja, hogy emberek oda mennek. De itt van 4-5 szereplő Kínán kívül, akik tudnak csinálni ilyen pár tízmillióért ilyen modellt, meg náluk van az összes adat, és ők nyerik túl magukat, mert minden rajtuk keresztül megy, mert más nem akkor a Office 365-ön keresztül nem a game kapocs, hanem most akkor a Copilot lesz benne, azt fogja megmondani, hogy mit írjunk helyette, és akkor kevesebb ember kell fölvenni, aki HR-en van meg hasonló területen. Szóval ez én most egy kicsit lehangolt vagyok személy szerint, hogy mit hoz így a közeljövő, de hosszú távon úgy gondolom, hogy mindenképpen egy jobb lesz a világ, és egészségügyben is hatalmas fejlődések lesznek, ami még szintén ennek egy előfeltétele, hogy más területeken is menjen. Bocs, még megtartom egy icipicet összetem? Szóval, hogy mit profitálhat a designer abból, amit most itt hallott, én nem tudom, de azt gondolom, hogy a design, hogy mi fog történni a designeri munkával, azt sem pontosan tudom, de hogy ugye a mintázat szintjén van egy gyorsatom azért. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok segítséget fogunk kapni a gépektől, hogy elvégezzük a munkánkat, és nem merem megígérni, hogy az érdekes részét fogják ők automatizálni, nem az érdekes részét, hanem a uncsi részét, de biztos, hogy az uncsi részéből is nagyon sokat automatizálni fogok. Nem tudom, láttátok GPT-4-nek a demóját, ahol a lefényképezett egy ilyen kis krikszkrakszot arról, hogy ilyen weboldalt szeretnék, és lefejlesztette a dizájnnal minden túróval együtt. Nagyon rusnyál egyébként a ChatGPT az egész weboldalt. Tehát, hogy ez egy óriási mértékű automatizálás, csodálatos dolgokat lehet majd vele csinálni. Alapvetően azért azt gondolom, hogy több meló lesz, mert több meló lesz, aminek a beépési küszöbe reálissá válik. Mindenkinek lehet saját. Meg szerintem itt is fontos az, hogy kiáll a lapát végén, nem? Tehát, hogy mennyire jól teszed fel a kérdéseket, amikre választ akarsz kapni, ez befolyásolja azt, ami a választ fogsz kapni. Nem, meg kell a ChatGPT-t, hogy rájön jó válaszokat. Van egy esztetikai érték, arra gondolok, tehát az esztetikája lehet ilyen is, meg olyan is, és ezt el kell dönteni. Igen, meg vannak olyan területek, ahol egyszerűen tényleg csak gyorsítja a munkát. Tehát, hogyha én 3D-t csinálok, akkor mondok egy olyat, hogy szeretnék egy ilyen textúrát, és akkor szépen megcsinálja, és elforgatom a modellemet, és azt mondom, hogy ezt a részt cserélje ki. És akkor ez tényleg két kattintás két hét helyett, és ezeket a munkákat pedig gyorsítani fogja, és mindenek sokkal jobb lesz a minősége rövid távon, tehát hogy csak ugye ez nem minden terület, tehát hogyha más speciális területeket, tehát igen, máshogy érjük. Én azt szeretném kérdezni, hogy mit gondoltok, mennyi idő még, amíg ezek a programok elkezdik saját magukat fejleszteni, amikor az emberi hozzáadott érték már megszűnik, és ő írja meg ezt a 42 szöveges programot saját magának, hogy legyen sokkal jó. Valamilyen szinten ez már van, meg régebb óta is van, tehát a ChatGPT-be ugye lehetett azt, hogy az ember így rakod egy ilyen thumbs up-ot, és akkor visszajelzi, ez nagyon jó válasz volt, és akkor nyilván az volt, hogy minden két tette kb. Kijött egy új verzió, tehát azokból, amik sokkal jobban működtek, meg azok, amikor itt jailbreakelték, azokkal finom hangolták mindig. Tehát, hogy maguk ezek a modellek is generálnak olyan adatot, ami lehet bemenő adat, vagy egy kisebb modellnek a tanító adata. Mint mondotta Dániel, a Láma meg ezek, azt csinálták a kutatók, hogy olyan adatokat generáltattak a ChatGPT API-val pár száz dollárért, amik annak a betanításához kellenek, és akkor ott van egy kisebb modellt az egyetemen, a Stanfordon csináltak, ami egész jól működött, de nem volt olyan szinten jó, mint a ChatGPT, de 600 dollárra kijött az egész, és lehetett vele beszélgetni. Tehát, hogy ez így még tovább gyorsul az egész. Az emberi tényező kiírása ebből az egészből azért az folyamatban van, hisz az lesz az. Igen, de hogy akkor is csinálni, az architektúrát meg kellett csinálni hozzá, meg magát ezt a folyamatot, hogy be van töltve. Vannak, igen,
magát ezt a körforgás, ezt akkor ezt még egy olyan embernek kell megírni. Még. Jó, köszönöm szépen. Amit én kérdeznék, az részben ehhez kapcsolódik csak a művészeti oldalról, ami egy ilyen élénk vita mostanában, főleg az ilyen képgeneráló AI-ok kapcsán, ugye ez a szerzőjogi probléma, nem a kimeneti anyagnak a szerzőjogi kérdése, ugye arra azt mondják, hogy az a rendelkezhetsz te, hogyha te hoztad, vagy te promptod alapján hoztad létre, vagy a bemeneti oldalon, hogy ugye végül is ezek azon olyan anyagokon tanultak, amik szerzőjogvédettek lennének elvileg, és nem feltétlenül járult hozzá az alkotó ahhoz, hogy az ő stílusát, kézjegyét, stb. Ugye ez az extrém példa, hogy még néha az aláírás, tehát a szignó is rá tud kerülni egy-egy képre. És hogy most csak egyszerűen kíváncsi vagyok, hogy ti, mint kutatók, és ez nyilván nem egy elsősorban kutatói kérdés, hanem ez egy etikai, vagy nem is tudom, sokrétű kérdés, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről. Igazából ez ugyanaz, mint a Google, csak szebben. Tehát, hogy az is összegyűjtötte mindenkinek a képét, és lehetett a képkeresőbe keresni rá, meg az összes oldalnak a tartalmát is rákeresni, és emiatt ugye ez senkit nem zavart. És régebben is voltak használva tanított oldatként, csak mondjuk 10 000 sor összesen, ahelyett, hogy 100 millió szöveg. És hát ugye ez most visszamenőleg már hogyan mondja igazából az előjel. Jó, de hogy össze lehet gyűjteni, és a sosem baj, de szerintem hogy nem. Ez jelenleg jogilag ugyanaz, de pont ez az, amire jogilag nincsen megoldás, de és emiatt szerintem változik. Tehát, hogy nekem az állás, hogy minden meg fog változni, de olyan szinten, hogy most is látjuk, hogy mi lesz belőle. De úgy érted, hogy jogilag ugyanaz az adatgyűjtés, amit a Google találat is, kihoz, meg az, hogy ezt felhasználták. Igen, jogilag ugyanaz. Viszont a következmény az nagyon más, mert egy képkeresés az teljesen más, mint hogy kigenerálom annak a művésznek a képét, és nyomtatom a falra. Ami nagyon fontos tény, hogy erről most zajlik egy per. A Stability AI-t beperelték. Beperelték pontosan emiatt, és pontosan ezt fogja egy bíró valahol, nem tudom hol, Amerikában, egy konkrét személy, az ő agyába belenézve tudnánk erről a legtöbbet megtudni, mert ő hoz majd egy ítéletet, ami precedens értékű lesz, és nem tudjuk, hogy milyen módon hozza meg ezt az ítéletet, ezzel nagyon sok fog múlni. Ezért sejtem, hogy kinek van több ügyvédje. Megpénze ezen a területen, de... Nem biztos, hogy ez terület. Szerintem nem biztos. Nekem erre az a vélem, hogy szerintem az egész szerzőjoghoz való viszonyunk, meg maga ez az egész sztori, ez fog annyira átváltozni, hogy ezt nem fogják tudni követni. Tehát sokkal inkább a jog fog igazodni a gyakorlathoz, ha ez megfelelő méreteket ölt. Igen, ahogy a magánval az internettel is, hogyha én csinálok egy mémet egy Rickról videóból, és arról valaki csinál egy TikTokot, amiről valaki ír egy blogposztot, akkor ugye hova kell menni az Artisiusnak. De visszatérve erre, tehát a zene az még azért nincs teljesen megoldva, mert ott olyan védőügyvédek vannak, hogy inkább nem mennek bele, de hogy az is már lenne már régen bármilyen zenekészítő AI, hogyha be lehetne ugyanúgy trollolni, összegyűjteni a neten a, nem tudom, az összes Spotify zenét. Ez szanadlamból már van. Igen, de hogy az ment a leg, tehát hogy a legvégére vártunk el, de hogy ez volt szerintem csak az egyetlen egy visszatartó erő. Egy olyan kérdésem lenne, hogy az AlphaGo-val kapcsolatban azt láttuk, hogy nem az embert akarta imitálni az AI, hanem újfajta megközelítésből, egy újfajta módon játszott. Viszont például egy artist szempontból én azt látom, hogy ezek a Stable Diffusion, meg Midjourney, hogy igazából az emberi adatokat szóval, hogy az emberek által generált képeket használja fel, és tehát gyakorlatilag sorozat gyárt olyan alkotásokat, amiket eddig egy egyedi alkotásként gyártottak emberek, viszont azt nem látom, hogy hogyan lehet ebből olyan AI, ami egy újfajta megközelítéstől hoz létre képeket, vagy fájlát. Sehogy, nem tudom. Tehát mert ez egy megoldás lehet arra, hogy mondjuk a jogi problémák, vagy... Hát a Stability AI szempontjából lehet, hogy megoldás, de a művész társadalom szempontjából nem biztos. Tehát a technikai kérdésről csak annyit szeretnék elmondani, hogy ugye a
az AlphaGo a képességeit önmagával játszva szerezte meg. Először megtanulta az imitálni az emberi játékosok legjobbjait, és utána ment tovább, nem állt meg ott. Ez az a DeepMind-nak, a cégnek, amelyikről a film szól, ez a specialitása, ez a módszer. Az OpenAI nem ezzel foglalkozik, ő megpróbálja minél pont. Nem, ez se igaz természetesen. Reinforcement guided-et. De ez elég, hogy ők nem ide helyezik a hangsúlyt, hanem hogy kihozni a maximumot az ember imitálásából. Hát az nyilván egy plafon. Hát nem akar túlülni. Hát, illetve még az AlphaGo-nál az a lépés, a 37. lépés, az kreatív volt, a megítélése volt kreatív, de alapvetően az volt, hogy volt egy minta, amiből választott egy lépést, amit nem választottak volna más, egy a 10.000-hez lett volna ebben a helyzetben ez a lépés, ez a válasz nagyon kicsi esély lett volna, és ezt úgy ítéli meg az emberi faj, hogy ez kreatív volt, de alapvetően nem, hanem csak próbálkozott valamivel a gép. Én AlphaGo-nál nincsen plafon, és most már nem AlphaGo, hanem igazi kategó. Tehát ott most is megy feljebb. Ugye ott az új adat, azok véletlenszerűen generált játékok, ahol valamelyik ide egyik ilyen másik veszített, amit csinált magának itt szerteágazóra, és akkor utána rá tud tanulni arra, hogy a vesztekről hogy legyen kevesebb. Ennek a művészet világában nem látom, hogy lenne megfelelője a művészek. Ott az lesz a plafon, hogy egyet lép a gép, és utána a másik felett. Igen, mert hát látja előre, ezt ismerem, ezt a... Egyébként szerintem design, vagy én minél többet gondoltak erre, művészeknek, a designereknek pont ez lesz a feladatuk, hogy új patterneket hozzanak létre, és pont ez, ahogy az AlphaGo-nál is van ez a játék, akkor mindig megverik, és megtalálják azt a patentről, amelyet vermik, és megtalálni azt a... Tehát igazából stílusirányzatokat követ a is, nekünk stílusirányzatokat kell létrehoznunk. Illetve csak azért, mert ugye van kategó, annak ellenére egyre többen húznak, tehát hogy az ember az nem csak azért alkot, mert nem tudom, nem azért kell gitározni a felejtelő jegyeket el akar majd eladni arról, hogy milyen jó zenész, tehát hogy az, hogy az ember ezt a drive-át kielégítse, az ugye a továbbiakban is, és hogy eszköz használja ezeket a megoldásokat, az továbbra is egy működő gépes dolog. Van-e arra törekvés, hogy tudtok-e olyasmiről, hogy amit ChatGPT mondjuk van nekem, figyelje az arcomat és gyűjtse az érzelmi választ? Ilyet még csináltunk ilyen kilettel gyerekeképet. Tehát, hogy ne lájkokom újjon, hanem ennél sokkal finomabb felbontás. Értem. Én azt gondolom, hogy azok a nagy cégek, amelyik most ebben nagyon-nagyon erősen igyekeznek, azok nagyon erősen igyekeznek azon is, hogy ne rémítsék meg az embereket túlságosan, és ez elég rémisztően hangzik. Főleg, hogyha ki lehet hozni más is ezt az információt, ami nem ijeszti meg őket, és akkor az ilyen impliciten, tehát hogy mint amikor ugye hirtelen így följön valami random Facebook hirdetése, meg az ember csak álmodott, és akkor nyilván nem onnan szerzi, hanem vannak más digitális lenyomatok, amiket olcsó, meg egyszerűbb összeszedni, és azokból ugyanúgy lehet arra szűkíteni, hogy akkor valószínűleg érdeklik az embereket dolgok. Tehát az, hogy nagyon tetszett egy prompt, akkor valószínűleg az egy ilyen, nem tudom, implicit jelhet, hogy örömmel megráztam az egeret, és csak mondtam valami, nem tudom, hogy így van-e, de hogy ha ilyenek vannak, akkor azok igen szintén lehetnek ilyen visszacsatolások. És ugye minél több programot, céget alapján is vesznek meg ezek a nagyobb cégek, ugye annál nagyobb adatbázison dolgoznak, és Kína azért van ebben hihetetlen nagy előnyben, mert ott szinte minden óriás IT cég össze is van kötve. És érzelem detektálás az már sokkal finomabb felbontással működik, mint hogy tetszik, nem tetszik, tehát a felháborodás, meglepődés, mi csináltunk sok minden. Amikor nagyjából a Cambridge Analytica-nak, amikor kirobbant, akörül
az ELT-n dolgoztunk egy olyan megoldáson, ami depressziót detektált, csak mi nem voltunk ilyen kreatívak, hogy abból választásokat lehessen nyerni. Mi úgy gondoltuk, hogy az ilyen automatikusan egy ilyen a szülőknek segít, hogy megtalálod a social media posztok alapján, hogy a gyerekednek segítség kellene, és ott nem is azt néztük, hogy mit posztol, hogy nem tudom, ami szomorú kontentet, meg szomorú képeket, hanem egyszerűen az időbeli eloszlások közötti változásba, hogy hogyan változott az aktivitása, és azok mennyire voltak nagyon eltérőek, abból egy ilyen jó esélye lehetett következtetni akár egy ilyen bipoláris depresszióra is. Ezért mondom, hogy így nagyon fura dolgokból lehet kihozni más információkat. Tehát például a zsebemben a telefonból, abból meg lehet mondani, hogy én sorba állok, vagy lépcsőn megyek föl. Annak ellenére, hogy nem ütöttem be sehova, hogy én most várakozok valahol. Egyszerűen ahogy a gyroszkóp, a motívumok, ahogy mozdulnak. És ezért gondolom, hogy ilyen érzelmekből is egy csomó mindent ki lehet hozni, nagyon fura módokon, anélkül, hogy az ember explicite megmondaná, hogy érzi magát. Egy gyors választ adnék az új embernek, kérdez, hogy designerként mit lehet hazavinni, hogy én például használom arra, hogy brainstormingoljak olyan ötletekben, amikor nem vagyok biztos benne, hogy mit akarok csinálni, vagy hol tartok való állásajánlatokra jelentkezésnél, azt látom, hogy igen, a HR-esekkel levelezik helyettem, tehát a szabadúszok ilyen sok céghez vagyok. Tehát, hogy a HR-eseket több próbálom. Erről van még egy kedvencem, ez régebben készült, de megelégelte valaki, hogy tényleg ilyen robotszerű csinyomlikokkal kell beszélgetni, hogyha parkoló céduláját meg akarja mondani, hogy ő nem parkolt rossz helyen, és írt rá egy robotot, és hogy melyik az erősebb, az amelyik a emberrobot, vagy az övé, és az annyira jól működött, hogy hozott fel rá egy céget, hogy azt mondta, hogy fia, hogyha van parkoló cédulád, akkor küldje nekem pénzt, és akkor majd a robotom az leintézi, és akkor volt, hogy hány millió dollárt visszaszerzett, amelyre lettek. Hogy igen, ez egy ilyen működőképes dolog. De arculattervetnél egyébként, hogyha csak magát a koncepciót felvázolom, hogy mit szeretnék csinálni, akkor van néha olyasmi, ami értelmes. Sok esetben nem, de van, amikor annyira értelmes, hogy el lehet indulni rajta. Inkább arra gondoltam, hogy ilyen patternekeket lehet keresni benne, vagy lehet a formálni az embernek a patternét. Szeretnénk a usability szempontból megnyomni, hogy tudunk egyedi szoftvereket létrehozni ebben. Personákat például tökből lehet vele generálni. Tehát, hogy ő, elképzelem ezt az embert, ő hogyan válaszolna egy ilyen információra, hogyan érezné magát tőle. Amúgy, tehát, hogy ez egy ilyen jelenleg történik meg veletek, hogy tudom, kevesebb lett a munka, mert valaki azt mondta, hogy ő valamelyik megrendelő, hogy ő holnaptól a Midjourney-vel generál le valamit, vagy... Van ilyen. Igen? Volt, hogy így, ő ezt így kijelentette, hogy... Hát nem meg... Ja nem. Egy ismerősök, immersziók van, és egyáltalán érződik, hogy nem azt kiváltja, de hogy... meggyorsítja a munkát, és ezáltal kevésbé jut el. Szerintem az egészen biztos, hogy a munka meg is. Hogyha jelenlegi szükséget kevesebb ember tudja megoldani. És amiatt munka hiány lesz. Biztos, hogy nagyobb lesz a kereslet. Több dolgot lehet majd megcsinálni. Annyit tudok még mondani, hogy szerencsére a YouTube-on minden fajta szinten van elmagyarázva minden, és AI is, és vannak olyan csatornák, ahol tényleg a gimnazisták kitalálják, hogy hogyan lehet otthon futtatni a Midjourney-t tényleg, és így nem tudják, hogy mit csinálnak, csak így valamelyik kitalálta, hogy milyen sorrendeket, kódokat beírni, és akkor működik. Nekik is vannak magyarázó videói, és ilyeneket megtalálva egy otthoni kísérletezésre szerintem azzal mindenki előrébb van, hogyha valamennyivel jobban érti azt, hogy ezeket hogyan lehet finom hangolni azon belül, hogy a promptokat kitalálja. Ilyeneket szívesen mondok pár ilyen például a csatornát, hogyha érdekel, és ez tényleg nem egy annyira bonyolult dolog.
Még erre annyit akartam, hogy nekem így vicces volt, szomorú, amit most láttam, hogy most, hogy lett a GPT-4-nek ilyen vizuális inputja, írták, hogy körülbelül 4 hónapig létezett ez a paramikus, hogy hívják, prompt artist, vagy prompt engineer szakma. Igen, mert promptokat is jobban csinál, illetve Stable Diffusion promptokat, meg Midjourney promptokat is, hogy elmagyarázod akkor. Meg volt ez a Reddit komment, amikor kirépták, hogy most már 99% a legmagasabb valami egyetemi vizsgákat meg tudja csinálni, és így tök jó, most már lehet így automatizálni a diákokat. Igen, de ott annyi a különbség, hogy itt viszont én nagyon optimista vagyok, csak ugye megint annyira gyorsan történt az egész, tehát a Khan Academy-t nem tudom, ismeri valaki, az egy ilyen online oktatási felület, és már régóta az a célja, hogy végtelen dolog fönn van, teljes gimnáziumi órák, a magyarul is, de nem csak matek, hanem történelem, irodalom fel vannak, ki lehet járni egyetemeig bármit ingyen, és ott az volt az ötlet, hogy így miért azt csináljuk, hogy bemegy a diák, ott meghallgatja mindig ugyanazt egy enervált tanátok, hazamegy és házi feladat, tehát miért nem cserélünk, otthon megnézi videón, ahogy ő akarja, megnézi kétszer, hogyha nem értette a tananyagot, bejön az iskolába, és akkor ott meg együtt megcsinálják a házi feladatot, és az okosabb diák mesélik a többieknek, és akkor ő is jobban érti meg, hogy mindenki megtanulja. És most már muszáj lesz erre váltani, mert a házi feladatot azt megcsinál a ChatGPT-vel, ami igazából bemagolja az egészet akkor sem, hogyha nem értette. Tehát azért ezek a megcsinálta 100%-ra a tesztet, ez persze, mert megvoltak a megoldások, de hogyha lehet, hogy kicsit megváltoztatják, akkor azért nem úgy ugorja meg. De lehet, hogy mindegy, úgy is meg lesz csinálva, hogy jobb legyen, megugorja. De ezt, hogy az iskola rendszer, az szerintem már amúgy is egy olyan volt, hogy már így mindenki csak húzta a halálát, és most muszáj lesz egy olyat építeni, amivel így nem csak lexikális tudásra épül az, hogy a gyerekek ott van, és biztos, hogy lesz ebben az új rendszerben személyre szabott AI tutor. Igen. Mert az elmondja 100-szor akkor is, hogyha már unja, hogy most mondom el 100-szor, és a Khan Academy most azt csinálja, hogy a GPT-4-jel van egy ilyen pilotuk, hogy személyre szabott tanítási ösvények, és akkor leül melléd és elmagyarázza, és ez szerintem piszok jó. Tehát kevesebb tanár van, kevesebb diák van, de személyre tudjuk nekik szabni, hogyha ők tényleg okosabbak lesznek olyan tudással, ami nem csak ki tud nekik, hogy egy kvantkönyvet is benne van, akkor ez megint egy ilyen win, csak hát ezt az átalakulást ezt ki kell bírni valahogy. Akkor a tanárok munkáját is elveszi, és nem csak a grafikusok. A tanárok éppen nagyon túlterheltek, úgyhogy egy kicsit lesz, ami tüntet helyettük majd, és akkor mindjárt beszélhetsetek már. Nem eltekintetben nagyon optimista vagyok. Tehát, hogy az, hogy ezek a folyamatok személyre szabottabbak lesznek, az abban tökéletesen elfér a mostani embermennyiség, aki oktatással foglalkozik. Visszacsatolnék én még abba, hogy igen, nem csak a grafikusokért, meg nem csak a cikkírókért, hogy hát a szöveggenerálásból, akkor az újságírókkal mi lesz? Hát nem, egy csomó minden szöveggenerálásból áll az, hogy egymásnak e-maileket küldözünk, az is. Hát rengeteg munkát lehet itt elvinni, de elfelejtem, amit akartam. Mindjárt szóljuk. Addig már kérdezem, hogy ezt mondtad, hogy... Eszembe jutott, bocsánat. Csak az, hogy viszont föl fog értékelődni a face-to-face, a személyes kontakt. Tehát, hogy az, hogy nekem ingyen van a tutor, aki online megmond mindent, az mindenkinek ingyen lesz, de az, hogy eljön valaki hozzám, és személyesen segít, és beszélget velem, az meg föl fog értékelődni. És ezt már most is látjuk, tehát, hogy ha valaki videójátékba játszik és streamel, és abból él, az, hogy kiszól az embereknek, akik nézik, ebből meg tud élni. Valószínűleg az, hogy meghallgatjuk egymást, mert most már ráérünk erre, és akkor amik így nem tudom, földgyűlemlettek így az emberiség történelemben, így sérelmek, meg ilyen örökölt sorsok így generáción keresztül, arra most van időnk megoldani, ezt is én egy ilyen tök lehetséges útnak és pozitívumnak látom. Szerintem ugyanígy föl fog értékelődni, aki kézzel rajzol és kézzel... Yes. Igen, és ma valószínűleg, hogy... Ezt ugye elképzelhető, hogy hasonlóan, ahogy bejött a digitális film, de pár rendező csak azért is alapok filmek forgat. Ugyanis szerintem lesznek filmek, csak azért is kézzel rajzolják az átfordott, vagy...
Igen, meg egyre több pénzt fizet neki művészeti alkotásokért is, vagy nem tudom, akár hogyha csak az egy... Szerintem művészet, igen, tehát szerintem a grafikus, meg az összes ilyen iparművészet, mintha igazából inkább a művészet irányba fog tudódni, ami nekem személy szerint tetszik. Tehát bocsánat, Dani, tőled szerettem elkérdezni, hogy az AGI azt mondtad, hogy nem kérdés, hogy mikor, hanem hogy jön, meg itt lesz, hogy mikor és mit fog ez jelenteni a nagyjából minden szakmában, és hogy fölkészült-e rá mondjuk a törvényhozás szerint. Tehát, hogy mire jön, fölkészül-e a törvényhozás rá, hogy mi az Isten csináljuk? Nem. A dátumot nem tudom. Ha azt mondom, hogy egyszerűen nem tudom, mert hogy tényleg nem tudom. Nem, csak azt hittem, hogy van gondolatod róla, vagy ez, vagy hogy van. Persze, nagyon sok gondolatom van róla, hogy Isten igazából egyszerűen csak nem tudom. Nem, mondjuk, hogy Kurzweil azt mondta, hogy 29-ben lesz a nagy színbilagítás, és mindenki kiröhögte, és most egyre többen mondjuk, hogy Nem, te mondtál, ez folytatódik-e, ez kiderül, és akkor utána pedig senki sem fogja tudni megjósolni, tényleg a legnagyobb expertek sem, hogy létezik egy új ötlet, olyasmi, mint a AlphaGo-nál a self-play reinforcement learning, ami túlsegíti ezen a platón. Én sem azt nem tudom megjósolni, hogy hol platózik az a képesség, hogy hihetetlenül jól tudsz imitálni embereket, különböző médiumokban, képbe, szövegben, hogy ez hol platózik, sem az, hogy ha mégiscsak platózik, akkor mi lesz a következő fölfele pöccintés a kérdés grafikon. Nem az, hogy lesz a következő, hanem hogy mi lesz. De ez azért is jó példa, például szöveggenerálásnál, chatbotoknál télen megint volt egy ilyen hype, és akkor a bármit csinált az ember, tényleg egy ilyen Alexa szintű volt a legtöbb, amit el tudott élni neuronálókkal is. Semmi haszna nem volt, és ott is pejoratív volt chatbot szót használni, és ez is csodálkoztak, hogy a ChatGPT, és a ChatGPT-ről belemerték rakni, hogy nem az lett, hogy nem tudom, Assistant GPT, hanem hogy ChatGPT, és mert hogy egyszerűen az is hogy annyira egy ilyen zsákutca volt, és egyébként én egy ilyen 10 éve volt egy ilyen, szintén egy ilyen aggodalmam, hogy hát most egy ilyen nagyon hirtelen változás jön, hogyha működtek volna az önvezető autók, amik 2 éve mondja Elon Musk, hogy most már jövőre itt lesz, mert azok is folyamatosan jobbak lettek, csak odáig nem értünk el, ahova kellett volna, viszont egy csomó minden másban jó volt, tehát az, hogy van önvezető traktor, az ennek köszönhető, meg hogy a Amazonba viszi a dolgokat, hogy mindenki jól járt vele, de hogyha ott nagyon gyorsan lett volna önvezető autó, akkor ugye nagyon rengeteg munka, ami arra épül, hogy A-ból B-be elviszek valamit, az értelmetlenné vált volna. És hogyha szintén most lesz egy platózás ezeken a területeken, akkor megint van egy ilyen nagy levegővétel, egy idő. Van egy olyan kialkalmazkodni. Igen. Volt még hátul, hogy jól lett. Nem, csak egy mozgál, bocsánat. Na mégis. Egyébként bocsánat, akkor a hatalmas csúcs szexiség elérése az, hogy hívják ezt, az jön, ugye? Tessék? Úgy értem, hogy most, ahogy van ez a platózás, és elérkezünk, és akkor lesz egy kis időnk gondolkodni, ülepíteni az elért dolgokat, és utána megyünk tovább, igaz? Igen, a szingularitás meg minden ilyen, de egyébként szerintem nyugodtan gondolkodhatunk úgy róla, hogy már most is benne vagyunk a szingularitásban. Tehát, igen, csak én még miért nagyon szomorkodnánk, annak legalább örvendezzünk, hogy megértük a szingularitást. Hát, úgy hallottam, hogy ezt nem fogjuk megérni, mert az annyira exponenciális lesz. Nem, ez most, ha megnézzük a grafikonokat, tök exponenciális. Amiatt
egyet sem féltek, teljesen expanziós az összes grafika, amit láttam. Az adatot is, amennyit használsz, igen, a architektúrának a mérete, mindenből együtt. Csak ott lesz a baj, hogy az emberiség, maga az ember nem érti meg az exponenciális függvényt, nem? Ebben is már benne vagyunk. Mi úgy érezzük. Igen? Én azt gondolom, hogy ez a grafikonok expanziósak, és igaziból még nem. Hogy mondjam? Tehát mondok még egy expanziós grafikont. Azt mondom, hogy expanziós az emberiség növekedésének a mértéke is, ugye? Hogy hány ember él a Földön. Tudjuk, nem, igaziból, az nem expanziós? A növekedés csökken. De hogy egy olyan trendvonalon voltunk írtózatosan sok ezer éven keresztül, ami expanziós volt, nem? Azt tudom? 50-60 évig. Igen? Ami piszkosul kemény volt, igen. Na jó, hát végül is... Nem, de ez is oké, mert a szigmaid lesz a vége, tehát ugyanúgy, hogy expanziós csatlakozik, és most vagyunk így. Anyway, tehát, hogy az az igazi intelligence, explosion, singularity, ilyenféle bűvszavakkal leírt dolog, az nem tudom, hogy mikor lesz. Én azt gondolom, hogy valami olyasmi lesz. De hogy azt is tudom, hogy nagyon-nagyon sok ember kapta fel a fejét az elmúlt években, és én benne vagyok valamely laikusként, érdeklődő laikusként, de benne vagyok azokban a közösségben, ahol iszonyatosan agyalnak azon, hogy hogyan lehet ezeket a folyamatokat megzabolázni. Alignment, meg ilyesféle kulcsszavak mentén lehet ezekre a dolgokra hallani. És láthatólag nagyon komoly szellemi energiák összpontosulnak már erre is, hogy happy end legyen az a sztori. Én nem ígérhetek happy endet, mert én nem értem, nem tudom. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy tippeket fogalmazzak meg, de azt látom, hogy nagyon okos emberek nagyon-nagyon eltökélten gondolkodnak. Pontosan ilyen kérdéseken, hogy lesz happy end. Direkt ilyen AI safety kutatások, már ugye mindenre úgy volt, hogy föltaláltak a fizetés, akkor később a tűzoltókat, és most jó lenne, hogyha egy végre ez fordítva lenne, és igen, emiatt nagyon komoly kutatások vannak. Válaszok még nincsenek viszont, de igen, energiát is kapunk bele. Hogyha jóság, jó hiszeműség megy, mindenek az alapja, akkor... Nem, itt pont az a lényeg, hogy olyan gondolatkísérletek is vannak, ahol mindenkiről azt feltételezett, hogy a lehető legrosszabbat akar, és így hogyan tudod mondjuk összerakni azt, hogy a végeredmény az mégse legyen rossz. Tehát, hogy itt tényleg így mindent itt számba vesznek azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogyha hogyan kell tovább fejleszteni dolgokat, hogy minél inkább annak megfelelően haladjon, hogy az emberiség szeretne. És akkor erre lesznek valami szabályzások, mert állítólag most olyan eléggé fejjelvezetnek tűnik a dolog, hogy ezeket a dolgokat olyan dolgokra használják, hogy ne befolyásolják az embereket, ne hazugságokat terjesszenek. Tehát már most olyan szinten van, hogy bármilyen képet én is meg tudok csinálni bárkiről, bárhol, hogy ott van, és írok hozzá egy olyan cikket, hogy ez és ezt csinálja, választásokat nyernek ezzel a technológiával, és bámulatos, hogy hol tartunk, de még nincs rá szabályzás. Ez két különböző tehát dolog, amit, hogy, amit hogy te lesz, mondtál. Hogy lesz ennek jó a vége? Én azt nem értem. Amit te mondtál, arra igazából ilyen EU-s szabályzás van, hogy törvényeket hoz az ember, hogy ilyet ne csinálj, hogyha csinált a deepfake-et és nem tudod, hogy deepfake, akkor megbüntetünk, és akkor leszoksz róla. Ez a másik pedig, hogy maga, ahogy közeledünk, vagy nem közeledünk a generális mesterséges intelligenciához, hogy az úgy viselkedjen majd, ami az emberi értékeknek megfelelő a helyet, hogy ártana neki. És ez két különböző dolog. Tehát az egyik az, hogy te emberként mire használod, és annak jogi szabályzása van, amit próbálnak létrehozni, és le vannak maradva, de próbálkoznak. A másik pedig az, hogy a jövőbeli fejlesztések ne legyen véletlenül egy olyan nagy előrelépés, aminek olyan következménye lesz, amit nem szeretnénk, hanem a következő nagy kutatási lépések azok mindegy biztonságos mesdjén tudjanak alatni. Főleg, hogy mindenki azon van, hogy titkosítva és magának megszállt. Így van. Ne rossz! Én nem tudtam, hogy titkosítják meg ilyeneket, csinálják ezeket. Hát most ugye ez a OpenAI-nak az új trendje, de azért ez másnak is lesz egy-két szava. Nem utolsó sorban azért, mert
hogy ugye egyszer azt hiszem, hogy talán éppen elég mondtam ki ezt a mondatot, hogy hogyha az összes ilyen nagy ötletet, a softmaxot, a layer normot, a attention-t így egy házi buliban, kocsmázás közben a szilícium völgyben az egyik AI engineer el tudja fecsegni berúgva a másik AI engineernek, akkor ezeket azért nagyon nehéz korlában tartani. Igen, nem hiába van az, hogy mindegyik nagy cégnek nagyjából egyszerre jön neki ugyanazok a dolgai, hogy amikor kijön a dalja, akkor kijön az image meg a Midjourney, mert hogy azért ezek az emberek így, ez a kb. 100 ember, ez így valamennyire ismeri is egymást, és akkor így lehet így valami morzsákat, hogyha publikálnak, akkor azért akkor össze lehet rakni, hogy mi lesz a végtermék, meg hogy merre lehet még tovább menni. Hát amíg nem kezdik el magukat írni ezek a dolgok, addig vagyunk ilyen bizonyosak. De lehet, hogy ez is segít. Most azt hallottam legutóbb, hogy azt gondolták, hogy szabályozással nem lehet megfogni őket, akkor inkább legyen az, hogy az emberi értékeknek megfelelő legyen mindig a végeredmény, amire törekszik maga a gép. Most az a problémájuk, hogy oké, de mik az emberi értékek, mert hogy van a show, tehát a megmutatott emberi érték, meg a valódi emberi érték, vagy ha emberi értéknek veszik azt, hogy minél több olaj legyen, minél... tehát hogy ezt nézem, hogy mi történik a valóságban, és tehát hogy mi az... A ChatGPT előnél, az InstructGPT-nél, ami kb. Egy évvel előtte van, ott azt még publikálták, és akkor abból vannak kijelentetek, hogy ezt hogyan működtet mégis a ChatGPT, ott a 60 oldal és abból 40 az appendix, hogy oké, leültettünk 100 embert, hogy mondják meg, hogy mi a jó, de mi rájöttünk, hogy azok se értenek egyet, és akkor ezzel mit lehet csinálni, hogy hát, hogy ő így gondolja, úgy gondolja, akkor egyiket se sértsük meg, akkor ne legyen belőle PR disaster, és igen, ez mellette egy ilyen teljesen egy másik nem mérnöki terület, amit be kell vonni. Csak GPT-re azt kell nézni, hogy próbál nem pánikot szállítani. Tehát ha olyan kérdésekre kérdez erre állatoknak, hogy gyerek, akkor mindig elmondja utána, hogy te azért meg... Jaj, igen, igen. Nagyon sok ilyen pánikot. Már is kérdeztem, hogy mi van, tehát hogy neked ez be benne van, hogy ne kell egy pánikot. Hát és igen, hogy próbálja úgy tudom. Ki legyen őszedni az adatokat, hogy érdekelem, de azért megpróbálom. Én azért vagyok egyébként optimista, mert hogy már nagyon sokszor így tudtuk volna írtani magunkat a 60-as évek óta, és még egyszer sem sikerült, pedig már nagyon közel voltunk hozzá, úgyhogy nem tudom, hogy de idegháborúk azért voltak ennél. A szakértőknél meg az lehet a probléma, hogy jó, most levített szakértőket, hogy most x éves, mert 10 évvel ezelőtti értékeket most mondjuk nem... Tehát most már igen, nem értékek. Igen, de hát újra is kell őket trénálni, tehát hogy x időnként már... Én bezárnám most az estet, viszont kint még egy sor mellett folytassuk ezt a beszélgetést. Támogatom! De nagyon-nagyon köszönjük nektek, nektek is, köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük a lehetőséget.